budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! Hat óra után 12 perccel itt vagyunk, jó reggelt, gyerekek, egy újabb hét, gyenge hang, hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Mi van ki? Rajtam valami köhögős vírus van. Valamit elkaptál? Hát a Covid, nem tudom. Simán lehet, tudom. Hát ölegettek pénteken a kitelepülésen? Nem. Puszít a rajongóknak? Az sem. Aláírás? Az nagyon sok volt. Eldugtad a nyelvedet? Azt igen. Látom, hogy jött egy hátra egy biztonságéről nagyon... Kokettáltál. Ja nem, vagy a volt birkozó társadal. Tocsikával. Tocsival meg. Tocsika. Tocsikával nagyon örültünk egymásnak. Tocsika. Nem, valami a gyerekekről egy átragadt, valami kis kőgős. Úgyhogy ha már elkapjátok, akkor az tőlem van. Jó, kösz. Tudjatok róla. Jó, jó. Légcsőgyulladás, köhögés, egy ilyen van. Fisi-fosi. Az nincs. Az nincs. Jó, az megnyugodtam, akkor bírni fogjuk. Az ez nincsen. Az iskolából hazahozott, tudod, 3 hónapig nem voltál suliba, bemész és azonnal elkap valamit a gyerek. Ez a klasszikus. Az iskolában van, és 2 nap múlva már otthon. Így van, 2 nap múlva már mindenki köhög, 2 nap múlva mindenki otthon. Viszont milyen szomorúan sötét van már, gyerekek, az, most már az, ez ilyen... És tehát, hogy nyírkos, basszus. Reggel az eső is át, hogy ránézzük itt az időképre, hát sokkal visszatóbbat nem látom. Nem nagyon. Ez lesz most. Gyerekek, szégyen szemre, tegnap este bedurrantottam a kazánna. Ja. Nem úgy, az Holland, nem szégyen szem. Holland kemencét csináltam. Ezen a héten mondjuk azért én azt gondolom, hogy már hál' Istennek lenyugodnak a beleim. A BK-val elhatároztuk, hogy nem gyújtunk be szeptember végéig. Igen. Olyan rohadt hideg volt tegnap a lakásban, hogy ez a nedvesség érted bejött. Hazamentem, rányúltam a radiátorra, és mondom... Hol a központi fűtés? Nem. Igen. Hogy mondom, anya. Tudod, ez mibe kerül legyen? Begyújtott, hát mondom, mi lesz, és mit csinálunk decemberben, ha már most fűt, ez ugye kellett. Tehát igen, viszonyatosan kiült a lakás, érted, anya fázós, érted, tehát majd lassan 30 év együtt vagyunk, tehát már nem bújunk annyira, tehát nem. De vegyen föl valamit, hát nem bújogatni. Hát nem azért van az a sok szép pulóver, amit karácsonyra kapott. Na és én is kezdtem ezen gondolkozni, hogy az a pillanat, amikor mi begyújtottunk, az 19 fokon történt meg. Na. Hogy ugye ebben kell majd üdögélni, mondjuk iskolában, általános iskolában 20 fok, most az jött ki, de középiskolában már azt hiszem 18-19 fokra lehet. Ez nagyon hideg. Az nagyon. Hmm. Ez tegnap este volt nálunk a 19 fok, és mondtam, hogy szégyen szemre, én egy picit rácsavarom a dolgot. Ebben fognak ülni a középiskolások. Ilyenkor érzed, hogy ez mit jelent. És hiába veszed föl a pulóvert, a kezed meg a lábad, érted? Ugyanúgy hát ülnek, fázik. Nem csinálok semmit. Még nem nagyon mozogsz, mert futni jó 19-be, vagy kosárlabdázni, vagy nem tudom, igen, mit csinálni, az oké, okay, na de matek órán fog ülni 19-be. Hát gyerekek, mindenki kapjon egy ilyen spinning kerékpárt, és akkor... És közben tekersz, mert teker akkor áramot termelsz. Ja, ráadásul nem rossz, megvan a világítás, és ki is melegedsz. Igen. Szóval biciklin kell tanulni. Gyerekek, igen, hűvös. Szomorú lesz. Akkor fűtöttél? Akkor muszáj volt. Megjött a rezsi démon. Amíg az nem jött meg, az majd a fűtés után jön meg. Ja, a fűtés után jön igen. meg. Azt például valaki meg tudja mondani, hogy melyik a jobb, hogy most a split klímát oda dörgölött. Az áram olcsó, mint a gáz. Mindenben úgy gondolkozzál, hogy... Jó, csak a hatékonyság sem mindegy. Igen, ugye? Ez igaz. Tehát, hát, hogy lehet, hogy most a gázkazánt egy picit ráadod. Mm-hmm. Ilyeneket kéne kiszámoljunk. Igen, hogy melyikkel jársz jobban, hogy most többet járatod a klímát, ami ugyanaz áram, az olcsóbb, de lehet, hogy ahhoz, hosszabb, hogy ugyanazt a hőmérsékletet elért, hosszabb ideig kell járatni, mintha a gázt egy picit bekapcsolod, és... És akkor mondjuk egy fél óráig fűt, ez kicsit fölfűt. Jézusom, ez is milyen, és egy picit bekapcsolod. Ugye, hogy tök hülyeség, de valóban ezen kell most gondolkodni, igen, hogy egy órácskára a gázkazánt bekapcsolod, fölfűti a lakást, akkor már le tudtok feküdni, tehát nem a jégágyra fekszel, hanem a jó kis melegbe, aztán reggelre kihűl, az már oké. Okay. Vagy egyébként klímával fűtöm föl egy picit? Na, melyik a jó? Most én hazamegyek, valószínűleg meg is csinálom, hogy lakatos legyen, ha már nem úgy, de hogy lakatot lehessen rakni a termosztátra, hogy egy gyerek nem esse le bármikor, csak itt tekergetni össze-vissza. Igen. 18 fokon lokkolod valahogy, vagy 20. Egy szöget verek bele, hogy lehessen tovább tekerni. Ne tudja állítgatni. De hát tényleg, sajnos, ez ilyen, igen. Nálunk 14 fok volt a lakásban, amikor befűtöttem, befagyott a likam. Hát most már éjszaka. Éjszaka most már hűvös van, igen.
Gyerekek, ez van, de egyébként még jön vissza azért a jó idő, azt látjuk, hogy még azért így lesz. Marokkóban, Dubájban, ott kifejezetten. Lesz. Kifejezetten jó idő van. Hétfőket. De azért nem naposnak tűnik, azért még ez a 19-20 nem megmarad. Valami még. Óriási esőket mondanak most, hogy özönvízszerű áradások, meg nem tudom. Az jön. Most olvastam reggel, itt valaki kiírta, valamelyik hírportál, majd visszakeresem, mert magát a cikket nem olvastam, csak a címét. Na, ez jó. Ez egyébként amúgy nagyon örülök neki, mert mára csak kétszer előtt beszéltem le, és már reggel megkaptam az első SMS-t, hogy hát így elsőben nagyon a tetőn nem lehet dolgozni, úgyhogy 10-re jönnek, amit tökéletesen meg is értek, de holnapra is ezt látom nagyjából, és aztán nem mindegy. Hát szóval ez csak van. Nem teszik föl a napelemet, öcsém. Já, azt hittem. Ki vagyok én? Na, miért nem? Azt hittem, hogy napelemet tényleg a tető. Bánagos munka van? Mit? Bánagos munka van? Kamerás. Ó, az erődítmény meg lesz figyelni. Figyelj, a zsiványok. Megfigyeled az erődítmény. Volt támadás az elmúlt időszakban? Nem. Csak tudod, a akciósan olyan táblát kaptam, mint kutya is van, meg kamera is, érted? És, ja. És rosszul érzed magad, hogy csak az egyik van. Ja, meg ilyen kapunyító motor, meg mit tudom én. Tehát, hogy így most így csőstül, hogy megint beütöd egy-két ilyen szerelgetni való. Hát marhára örülök neki, de hát ez van. Mi van? Utald a spektrum is? Nem. Egyébként még nem, de nem azért, hanem hogy így tudod, egy ideig, igen, 30 nap, 30 nap olvashatok el, és összehez. Nézzük a teljesítést, ne csak én olvasgassam, mert minden nap. Ideje, hogy tudod, egy ideig nincs semmi baj, és hirtelen aztán így életen rátszakad egy csomó ilyen szerelni való, meg ilyen csináltatok. Minden egyszerre, ahogy az már lenni szokott, de annak örülök, hogy legalább találtam szakembereket. Tehát, nagy érték. Hogy ráérnek. Mert, majd dobd át őket, jó? Igen. Ja, persze. Oszd meg kérlek szépen ezeket a szakikat. Az minden szaki jól jön. Na mindegy, de hál' Istennek ők, nagyon megbízhatók, nagyon jó kis szakemberek, csak hát tudjanak dolgozni. Na mesélj, milyen a fogadtatása a műsorodnak? Hát annyit próbóztuk itt, kérlek nagyon, szépen. Hát, és nagyon szépen köszönöm, tehát hogy ezzel kell kezdenem, hogy nagyon korrekt volt a részetekről. A stáb is egyébként nagyon hálás érte, nagyon jó fejek vagytok, hogy kitettétek. Közös tévénézés volt szinte. Igen. Én beírtam, hogy egy kicsit később érek haza, mert pádeleztem, de itt az egész stáb már déltől itt annyira, már izította a Viber felületet, mindenki kapcsolta a spektrumot. Mi Ferivel ki is posztoltuk. Így van. Mert rendesek voltunk. Nyilván örültem, hogy zsűrik nézték, hiszen meg elvesztették a távirányítót, tehát hogy spektrumon beragadt, és csak az van 10 éve. Tehát, hogy én megnéztem mind a két részt. Én hazamentem pádelből, én kíváncsi voltam, én megnéztem. Dupla rész volt. Történelem, kultúra, tudom, hogy ez nektek egy ingoványos talaj, de én meg is vallom, hogy nekem elmaradt. Nem volt könnyű, de végignéztük. Tudom, hogy nem volt egyszerű, de hát egy-két apróság van, tehát hogy ami javítani kell rajta egy-két dolgot az ismétlésre, meg a következő adásra, mert úgy éreztük, hogy ott volt egy kis ilyen inkább technikai zűr, amit meg kell csinálnunk, de tartalmilag nagyon elégedett volt mindenki. Elképesztő mennyiségű visszajelzést kaptunk. Tehát, hogy így nagyon nem, most mindenki nagyon boldog. Volt ilyen csapatnézés? Én nem néztem. Nem, volt ilyen közös stábnézés, első dupla rész, és akkor stáb megnézi együtt valahol, vagy ez nem volt? De, hogy mindenki otthon? Most irigyek vagyunk, és utálunk mindenki. Ja, de miért ez hogy... jó, összejönnétek valahol? Hát nem tudtuk logisztikázni, hát az volt az egyetlen találkozó, amit nálad össze tudtunk hozni, hát ez 20 ember, tudod, azért viszonylag nehéz így összehozni, de folyamatosan ment a csetelgetés, és van egy ilyen közös csetfalunk, a várfoglalók cset, és akkor ott folyamatosan ment a kommentelgetés. És te nem nézted? Vagy de szar a hang, de szar a kép, de szar vagy Jani, tudod, és... Igen. Hogy van ez keverve? Mi történt? Milyen vár? Ekkor tiltottad a csoportot. Igen. Mikor jön a nézettség? Arra kíváncsiak vagyunk. Mikor jön a görbe? Ugye, tudjuk, itt ezek mégis csak kábelcsatornáról. Én kapok kábelnézettséget ma. Nálunk teljesen más a szint. Igen, tehát hogy azért Spektrum nem egy TV2 vagy egy RTL. Na jó, de nem azokat a számokat kell hozni, hát neki a saját közegében kell. Itt már az 50 ezer ember már ilyen skifinek számít, ahogy szokták mondani. Na, tehát, hogy majd. Nagyon bízunk benne, hát olyan ilyen média cunamit sikerült gerjeszteni a műsor mellé, meg ugye ez hogy valami elképesztő. Szerintem Spektrumos műsor nem kapott még soha ekkora reklámot, mint ez a kis műsorocska, ennek nagyon-nagyon örülünk, de itt ezzel, most mindenki megnyugtatása véget mondom, hogy ezzel be is fejeztük, tehát hogy most már ilyen értelemben, tehát hogy most már szépen legyen önjáró a műsor, menjen magától, nem akarok több interjút adni olyan csatornáknak, amik... Na, de most nem válsz a színes RTV-t, meg a Füles Magazin, meg a... Nem, hát ők a minőségi. Nem válsz, ők a minőségi kategória. De látom, sűrűn ismeri ismétli a Spektrum, tehát most ráálltak. Hát már este nyomták, és sorozatfelvételre állítottam, mondom, megnézem, de már látom, hogy
11-kor, éjfélkor már megy. Tehát most ugye hát ez a spektrum, hogy ez a műsorpolitikának az egyik sajátossága, hogy ők gyakorlatilag minden műsort orba szájba rengetegszel promotál. Ezért jó, mert ez azért jó, mert mondjuk adott esetben a támogatókat is sokkal könnyebb így berántani, mert nekik is azt tudom, hogy nem hetente egyszer látják majd, hanem itt van egy hetente persze. 6-szor, 8-szor. Úgyhogy nagyon-nagyon boldogok, hogy nagyon örülünk neki. Már a jövőbe tekintünk, úgyhogy igyekszünk majd. És mindenkinek tényleg, mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, akik tényleg egy kis időt szántak rá, meg szenteltek, és leültek, és megnézték, és tetszett nekik. Azoknak különösen köszönöm szépen, akik az egyik oldalon elkezdtek köpködni, aztán a másik oldalon jelezték nekem, hogy ők is nézik, és nagyon tetszik nekik. Őket imádom a legjobban. Ilyen is volt? Vannak ilyenek. Hát szentek is két címre. Jaj, figyelj. A tehát, nagy vászakik, mi? Igen, tehát hogy azt már, hogy megszokhattam, hogy én azért nem szeretem ugye a Facebookon való posztolgatást, tehát ugye egy időben volt, hogy én is adogattam mindenféle anyagokat, aztán leszoktam róla, mert ugye azért a Facebook az eléggé nagy merítés, és mindig előkerül egy-két kevésbé szimpatikus ember, picit előítéletesek, picit úgy intelkeznek valami felett, hogy egy másodpercet nem láttak még belőle, de hát vannak velem kapcsolatban mondjuk így ilyen, hogy is mondjam, csak skrupulusaik, idegen szó, majd nézzetek utána. És skrupulus. És akkor így tudod, hogy elkezdenek így osztani, és aztán ezeket elkezdik lájkolgatni. És én mindig meg szoktam nézegetni ezeket a lájkoknál, hogy ez az ember vajon követ engem az Instán. És aztán kiderül, hogy igen, követ, sőt, ír is, hogy nagyon tetszik neki a műsor, nagyon jó. A másik oldalon pedig éppen van, hogy hívják ott az undorítő. Ennyi dolog. De lehet el se olvasni. Hú, ennyi mindent átnézni. Azért tegnap te szorgos kis méhecske lehettél délután. Ezt bannoltad, azt átnézted, azt keresztbe olvastad, azt lekövetted, nem? Azt megnézted, azért ott lehetett tevékenység, a háttérben zajlottak a tisztítási munkák. Monika, igen. Te a kovácsokat keresed, gyerünk, két gépen, három laptopon, négy telefonon ment a keresztbe nyomozás. Velük van azt szerintem egyébként, hogy mentálisan meg morálisan a legnagyobb probléma, aki őszintén gyökér, azzal nem lehet. Azt még szeretni is tudom egy kicsit, mert hát megírja a frankót, de ezek, na hát. Na. De mindegy, ezek már el lettek intézve, gondolom. Hát végük van. Az oldaladat sem találják. Az internetet is kikötött. Igen, mert az Instagram a gépük is elfüstölt. Az Instagram nem értesít ugyanis. Tehát, hogy egyszer csak nem találod az oldalt, amit addig követtél. Igen, ha bannolod, akkor az egész egyszerűen eltűnik. Igen, de hál' Istennek azért ez a 0,0001%. Ez rossz hír nekik nyilván, hogy most nyilván szurkoltak azért, hogy ez a dolog bukjon, de úgy néz ki nagyon, hogy szeretik. Nagyon jó. Helyes. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenki másnak a bizalmat. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívesen. Akkor most már beszéltünk az én műsoromról? Persze, mikor indul? Hát csak mondom, hogy ma este, csak nem azért. Szoba akartam hozni, de azt hiszem, hogy ez most 7-8-ig téma. Én látjátok, visszafogottam, megvártam még az indulás napját is, hogy addig menjen ő, nyomjuk azt, de most már azért szeretném, ha elmondátok, hogy azért ma is fontos. Azt hiszem, hogy én a megköszönti pillanatok indulnak. Te pedig 7-8-ig. Nem volt keresztpromó, érted? Nem promóztuk kereszt, megvártuk, míg a tiédet felfuttatjuk, az lemen most. Így van. Majd kicsit éljövök. És köszönöm még azt is, hogy intézted, hogy az X-faktor alatt is mi menjünk az RTL. Láttam műsorpromót, már akkor a sztár vagy, érted, hogy senki más nem raktak bele, csak téged, ahogy igen. Röhögsz, azt láttad? Mosaktam ki az Instát, tegnap már kaptam. Óriási. Mert már most az annyi volt. Igen. És nem, minek ide szereplő? Hát persze, mert már most nincsenek nem együtt. Kell. Tehát már senki nincsen, ha nem tudtak már nincsenek váltak. Együtt. Nem tudtak már kit mutatni. Nagyon röhögte. Valamodom egy új promó, tessék. Sebestyén Balázs neve. Csak röhög. Röhög. Egy játékból összevágva. Figyelj, tökre örülök neki amúgy, mert nekem ez egy most így, már annyira hozzászoktam a házasodik a gazda révén, hogy azért minden este ott leülünk, nézzük, stb. Igen, és most 9-10-kor indul, igen, tehát későn fekvőnek kell lenni. Ez a 9-es slot ez. Hát mert a 7-től főznek, azt hiszem, hogy nem tudom mi van. Vagy Terézváros, vagy mi a Terézanyú, vagy ki Keresztváros. Terézváros, vagy mi? Igen, vagy. A fikció, még mindig a fikció. Sajnos ilyen országban élünk. Nem a fikcióval van baj, Ali. Az országgal van a baj. Így van, kommunikációban is. De visszahagyjuk. Igen, sajnos hát ez a Keresztanyú című mélységes mérkőzés. Hogyne, persze, hát a szellem szint az ez nagyjából az országban sajnos, de nem, ez nincs ezzel baj, hát ezt azt adjuk, hogy kereskedünk, hogy mindig azt adja, amilyen... A 9-től még lehet gyerekek. Persze, nincs ezzel baj. Nem fekszenek a 9 óra már. Semmi. Kicsit késő, de hát sajnos ez ilyen, ez ilyen. Na mindegy, úgyhogy gyerekek. Mondj egy párost, aki nagyon-nagyon-nagyon szerethető.
akkor aki nagyon-nagyon-nagyon sokat nevette. Aki nagyon kellemes csalódás volt. Akik már elváltak. Én soha nem ítélkezek. Akik már elváltak, ja, akkor négyet tudok mondani. Soha nem mondok se jót, se rosszat, senkiről. Én nagyon diplomatikus vagyok, döntsön a néző. Szeresse azt, akit szeret, nézze, akit néz, utálja, akit utálni kell. Én nem spoilerezek, nem mondok, sugallok semmit. Olyan, akinek nagyon nem örültél, hogy benne van a castingban, és aztán rá később sem. Nem mondok semmit továbbra sem. Nem tudtok kompromitálni, holnap már lejön a bulvárba, hát én szereplőkről vagy ott, vagy semmi. De én örülök nagyon, mert szerintem, aki ide eljön, az bátor. Jó, Peti jó volt. Ki az a Peti? Kabát. Ja, Kabát. Igen. Mindig ez jó. Én Petit imádom, alázatos, csinálja, kérdés nélkül. Peti jó, milyen Peti? Kabát. Öltözik, nyomja, és csinál magából úgy hülyét, hogy igazából. Ő ezt imádja, meg mi is imádjuk. Persze, ő egy szerethető figura. Egyértelműen. Szerethető figura. Egyértelműen. Semmiféle ellenállás nincs benne. A Kabát Peti az az ember, aki, ha annyit kír az Instagramra, hogy na mi van, már kap rá 10 000 lájkot, és mindenki imádja. Tudod, de az sem, tehát, hogy olyan szinten nem kell semmit tennie azért, hogy az emberek szeret, csak önmagát kell hoznia. Egy tök őszinte, laza, egyébként a maga módján tök humoros, szellemes kis csávó, és érted, és így ránézel, és nem tudod nem szeretni. Igen. Még azt is elnézed neki, hogy egy utés. Még az is megbocsátható, igen. Igen. Na jó van, gyerekek, oké, hát hasítunk. És te mikor indulsz a Viaszaton? Hagyok neked egy kis időt befutni, aztán szoringatlak. Nem, egyébként tök jó leszünk, mert 8-kor, te 9-kor. Hát, És közben még kezdünk között, és spektrum ismétlés még valahol, azért vagy új részek. Ahogy mondtad múlt héten, hogy a három öreg azért csak ott van. Három öreg idén össze megmutatja, mi az a televíziózás, érted? Lefedjük a hazai mainstream és kábel csatornákat. Történelem, gasztronómia, bulvárvécsaft. Bulvároskodás. Csaft. Igen. Lefedjük a hazai tévés piacot. Ilyen már régen volt egyébként tényleg. Hát nagyon régen. Emlékszel, amikor egyszerre mentünk, és most megírták a hallgatók pont, hogy beszéltünk róla, hogy volt valami barom mondat, amit el kellett mondani. Igen, a kecske a pajtában. Az volt a mondatom nekem, vagy neked. Mind neked. A kettőnknek ugyanezt kellett mondani, és élőben voltunk. Te az 50 milliós játszmával, vagy mivel én meg a való világgal, vagy 40 milliósra, én meg azt mondtam, talán való világgal. És egyszerre voltunk élőben. Vagy nem élőben, de lehet, hogy ti is élőben mentünk. 50 milliós volt, az csak 10-et le kellett adni. Úgy tudom. A producer elvitte. Igen. De jó volt, gyerekek, néztem egy kicsit az X-et, néztem egy kicsit a Szárba-Szárba, és egész sokat tévéztem, én nem tudom, mi volt most, de hogy így mindenbe belenéztem. X jó volt. Mondjuk, máshol nem nagyon kolbászoltál be az időben. Igen. Igen, hát most területen. Nagyon ugye megbeszéljük ezeket a műsorokat, és fél hét van, pontosan lehet jelentkezni játékra, jövünk a hírek után mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3-7 lesz, 2 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello fiúk, hello lányok. Sziasztok! Hello! Ki mondta a híreket, mint egy irodalomtanárnő, mi nem hallottuk. Lehet, hogy nálatok van változás, nálunk Ákos volt, nem? Ugye több helyen vannak hírek. A 89.5-ön mondja Ákos, de lehet, hogy valamilyen hálózatban új kollégina van. Szeressétek, üdvözöljük, mondjátok meg neki. Halljuk, mi az Ákost halljuk, de van, ahol ti más hallotok, úgyhogy ez egy kicsit ilyen bonyolultá teszi a dolgot. Nekünk is évek volt, mire megértettük, hogy hol dolgozunk, hogy ezt értsük, hogy ez a hálózat, ez hogy működik valójában. Amit ti hallotok, nem biztos, hogy mi azt halljuk. Sem reklámban, sem hírekben, ez ilyen fura. Ura, egy kicsit mi vagyunk állandóak ugye a hálózatban. De aztán van egy csomó helyi reklámotok, amit mi nem mindig úgy hallunk, van egy csomó híretek, amit mi nem mindig úgy hallunk, tehát más frekin, vidéken, ugye, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog. Na mindegy, jól van, ennyit a dologról. Zsülnek az Ezó TV, mikor lesz műsor, a Barnabás kérdezi. Ó, de jó lenne, Zsül. Távgyógyítás, az neked való. Egy jó kis kézrátétel, igen. Nagyon sok gratuláló SMS Janinak, itt tényleg nem győzünk mondani, Viberen, SMS-ben, tényleg nagyon sokan néztétek ezt most, úgyhogy ennek ma egy kiugróra kell lenni a nézettségi görbén. Reszkes Discovery, reszkes National Geographic. Mindenkinek. Holnap bezárják a boltot ezek a fiúk. És a jövő héten hallani lehet majd azt is, amit mondok. Lehet, nem csak fiúdra kellett fiúdni. Persze. Igen, jó reggelt, nincs hideg, írja Mátyás, akinek befagy a feneke, de jön vissza a meleg, úgyhogy jó lesz, gyerekek. Na, azt mondja, hogy itt van velünk Péter. Hello Péter, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok, jó reggel. Hello Peci, a lendület. Sziasztok. Hello Péter, jó reggel, ciao. Hello, jó reggelt, sziasztok. Honnan hívtál neked, Péter, mi van? Tapolcáról.
Tapolcáról, nagyon helyes Tapolcáról. Veszprém megye. Nagyon jó. Köszönjük. Nagyon jó. És mivel foglalkozol? Tapolca. Én felszolgáló vagyok, pincér. Húha. Hogy állunk, a jövőképünk milyen? Maradunk? Necces. Necces? Maradunk a szakmába, vagy már nézelődünk egy maradunk. Nem, maradunk. Ez az. Szigorúan. Maradunk. Csak legyen hova menni, mert ugye azért itt van. Nem tudom. Hát most figyelj, ezek a gázárak, meg kutyánfüle, nem tudom. Remélem, hogy... Komoly éttermek, komoly számlákat kaptak. De a jó szakemberre igen. Mindig szükség lesz. Igen. De igazából én kávézóban dolgozok itt a Tópart Caféba, úgyhogy... De nektek is kell fűteni. Ha igen. Azt mindenki igen. Meg fogja most érezni, meg az alapanyag drágulást, úgyhogy... Bizonyám. Hajrá. Bizony. Kivel játszanál? Nagyon az, biztató szarokat. Hát én veled játszanék. Aha. Na. Megpróbálnék. Hogy? Veled játszani. Hát, téged választottalak. Csak úgy? Nincsen semmi apropója? Csak de bátor, de bátor. Nagyon jó. Hát, amíg hallgatlak, aztán ugye te vagy itt a fő élen, aztán mondom, megpróbálom egy kicsit. Nagyon jó. Letörni, de megpróbáljuk. Igen, 75%-on vagyunk Ferivel, Jani 33%-on. Hagyjuk. Az ugye az nem kell mondanod, hogy teljesen feles. Nem, jó, azt tudjuk. Tudom, hogy nektek jól esik. Nem azért, hanem hogy honnan jössz majd föl a végén. Honnan támadsz? Honnan fogok akár felugrani, akár 40%-ra. Honnan támadsz, igen. Jól van, figyelj ide. Nézzük meg akkor, hogy mi mire megyünk egymással. Jó, Petikém, vannak kérdéseid, gondolom, készültél? Hát szó, mert én most kelltem fel egyébként, mert itt vagyok a kutyával. Milyen kutyát? Na, majd elmondod, nem minden. Ajaj. Jó, nagyon okay, vigyázz okay. Ezzel a kutyásztorival, mert ott fog megszorítani, mert szereted a kutyádat. Már. Készülj! Van kutyád is? Igen. Köszönjük szépen a játékot. Igen. Erre számítok. Megnézzük, mi lesz, jó? Szereted a kutyát? Igen. Na jól van. Okay, Mehetünk. Oké, akkor Jani. 3, 2, 1, fire! Na mesélj nekem, milyen kutya ez, Peti? Kérlek szépen, ez egy angol buldog. Angol buldog? Milyen színe van? Zsemle? Hát, zsemle színű, barna. Barna? És van benne más is? Barna. Van benne más is, de hát azt ugye azt. Az másik sztori. Az egy másik sztori. Mióta van meg a kutyád? Figyelj, egy hónapja. Hogy hívják? Dömi. Dömi, mit csinálsz? Nem szabad. Mit csinál? Pukizik nem szabad. Nem szabad. Köszi, jó. Nem szabad. Azt mondtam, nem szabad. Ez a Dömi. Dömike. Ez a legjobb, amikor egy poém jött. Dömi nem szabad. Dömi nem szabad, és ott volt. Nem észre sem vettem, én már kérdeztem, és mentem. Nem. Fogadjuk, hogy Dömi semmit nem csinált. Állt, és néztek azt. Dehogy nem. Éppen követett a szájában, itt vagyunk kint az udvaron. Ó, Dömikém, hát akkor megköszönöm Döminek. Dömike, adj egy pacsit Basikának. Köszönöm szépen. Köszi, Dömi. Dömi megcsinálta nekem a játékot. Ha Dömi nem veszi be a követ, lehet, hogy ki sem mondod, mert nagyon jól lavíroztál egyébként. Köszönöm. Nagyon nagy öngolt lőttél. Mit csinálsz? Hát ez tényleg öngol volt, mert jaj, te. Nincs ezzel meg van. Ilyen. Hát nem mondhatod azt neki, hogy szabad. Igen, hát nem eheti meg a kavicsot még egy napos kutyánál. Igen. Hát tudod, ilyenkor mindent bevesztek a szájukba, aztán nagyon féltem. Így van, hát ez olyan, amikor egy hónapja vagytok még csak együtt a barátnőddel. Így is van. Aztán leszokik rá. Na figyeljél akkor. Megmutatjuk azért, mit nyertél, mert van egy ajándékod. Az önnyereménye egy 30 000 forint értékű ajándékutalvány a szerelvénybolt.hu jó voltából. Szerelvénybolt? Nem csak időjárás, már játék. Mindig itt van, így van. Szerelvénybolt. Szuper, tökéletes. Köszönöm szépen az ajándékot, srácok. Nagyon szívesen. Én köszönöm a pontot, mert így előre ugrottam, élen vagyok. Hát. Tudom. 80%-kal így, akkor én most egy kicsit így elémentem mindenkinek. Nagyon köszi, Petikém, a játékot. És Döminek külön. Köszönöm szépen. Igen, nagyon köszönöm, Dömi. Dömi nagyon megcsinálta. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok, ciao. Hello. Na mondom, akkor úgy néz ki, hogy Jani 33%-en nem köszönöm változom. Szépen. Köszi. Feri tapsd az élmező ide 75%-kal. Igen. De mi most ugrottam egy picit, és 75-től 80%-ra ugrottam, úgyhogy egyelőre szép. Most itt szeptember közepén. Hát most nem is a szeptember közep, ugye a vége felé haladva. Jó, kapaszkodunk. 80%-ra ugrottam. Öt játékból 4-et nyertem. Ezt megérdemelném ezt a hónapot. Meg. Aha. Persze, csak még vagyunk egy pár akik ebbe bele tudnak szólni. Reméljük. Azt mondja, hogy... Na?
Nézed, hogy hol tudod behozni a lóvét? Persze nézem, azt mondja, a fogadásai. Na, mi tegyünk meg valamit. Hát lesz biztos BL, lesz Európa Liga. Hol tudnám ezt visszahozni? Mondom én neked. Hát 25-ös kereszt. Nem, az a baj, most nincs. Nincs BL forduló? Hát most azt nézem, hogy... Holnap se, holnap után se. Igen, nézzük, nagyon rajta vagyunk, mert úgy érzem, hogy játékban nem tudok zárkozni, viszont itt még talán. Nincsen most. Hát ja. Nemzetek Ligája lesz majd, majd szerdán, de most nincsen. Nincsen BL a forduló a héten. Nem jó, nagyon van. Nézzük, tenisz. Azt mondja, hogy... Most csend van, nyugalom. Várjál, ó, basszus, Elverez, nem is kikapott ráadásul. Hát ezzel a névvel. Ezzel a névvel pont ki győznie kellett volna, de nem. Azt mondja, hogy hát semmi. Elverez, Elveraz, így van. Oké, gyerekek, hát akkor ennyi. 30 ezer forint értékű ajándék. Nagyon szép, köszönjük szépen a felajánlást. Ez jó, hál' Istennek. Nem hál' Istennek, mert nagyon örültünk a kapcsolatok, és nagyon, nagyon jó munkakapcsolat alakult ki köztünk. De ezen a héten már nem lesz erős Pista. Nem, most egy kicsit pihenünk. Gyerekek, nekem ez a pénteki igen, azért annyiszor eszembe jutott, hogy ez megint olyan megható nagyon volt, jó nem? Volt. Nagyon jó volt. Szóval, hogy mennyi ember volt ott, és kisorsoltuk az 500 ezeret, és ott voltak, és elküldtük őket pecsételni, és nem mozdultak, és így megérkeztem én oda 5 előtt 5 perce, és így én nem akartam elhinni. Hogy ez így... Többenetes egyrészt volt. Nagyon működik a délután, tehát tényleg elképesztő, de hogy az a tér, ahol mi oda megjelentünk, az ott egész egyszerűen tele volt. Hát és ott álltak őszintén. Az emberek 3 órán keresztül. Vajuk nem nyertek, nem kaptak semmit, nem volt mindenkinek ajándék. És 3 óráig végig állták, mint egy színházi műsort, egy mozit, egy koncertet, ahol az elejétől a végig tesz látni igen, és hallani igen, akarod. Ott akarsz lenni. Úgy is nyomjuk egyébként, én gondolkoztam, hogy kint vagyunk, kint zajlik az egész, bent nem ültünk semmit, pedig ott a helyünk, mi mindig asztal mögött ültünk reggel is, de az egészet kint csináljuk most már inkább ezzel a délutánival, meg tömeggel, ez inkább olyan lett, mint egy ilyen tényleg egy ilyen színházi műsor, mi ott vagyunk kint, nem? Hol lent, hol kint, de hogy minden ott zajlik előttük. De hogy ennyi ember volt, ez így gondolkoztam utána a kocsiba, hogy ez ilyen nagyon, nagyon megható. Rá. Nagyon megható, tényleg. Baromi sokan voltak pénteken, az egész térterem volt. Nagyon jó volt látni. És pedig nem voltam jó idő, tehát ne, nem esett. Cseppeget. Valljuk őszintén, a adásban mi is toltuk ezt a zúgó eső 6 ember. Tehát, hogy így kb. Így mentünk. Mi akartuk volna beszélni. Igen, hogy egy kicsit hagyjátok, mert annyi vagytok mindig, hogy a szponzor mindig azt mondja, hogy még. Ez nagyon tetszik, én is akarok. Tele vagyunk 3 évre. Letülünk, letoljuk, időnként kimenjük, az a 6 ember, ez 6 ember mindent megkap, nyakba akasztott ajándékcsomagot, kulacsot, dedikált autogram a kártyát, fotót, minden, nem. Nagyon megható. Az minimum 600 volt, ha nem több. Tehát 13 év után még mindig így kijöttök, még mindig ott vagytok, nagyon mindig így szeretitek vagyunk. Ezt a műsort, ez tényleg, és ez nem ilyen önfényezés, mert szerintem az nekünk nem kell, meg nem is vagyunk ilyenek, hanem egyszerűen tényleg az, hogy így lenéztél, és így a stábbal ez beszélő, de a technikusok, elképesztő. A szerkesztők, Laciék, mi is, úristen, mennyien vannak. Lehet, hogy Tídeniért jöttek, vagy Radizsgig de hogy lement a Tídeni is, Tídeni elviharzott, én még írtam rá, köszit Isten. Picit többet dedikálatot volna, maradhatott volna még egy picit, de biztos volt volna egy fontos dolog. Ő nagyon elrohan, nézd meg ott, hogy az RTL. Öcsém, te ez már most már komolyan mondom, nem hiszem, hogy megint ott vagy a várfoglalókkal. Ez most a fókuszban vagy éppen. Mondom. Figyelj, ez a Spektrum cunami. Felvásárolta a hazai kereskedelmi tévé. Mi történik? Málai Bélementének messzire ér a keze. Málai Bélementé nagy gurú gyerekek, nagy gurú. Hát ennyi promót műsor még nem kapott. Most ilyen éppen a fókuszban, rollerrel, a sapkával. Ez a Margit sziget gondolom, nem? Igen, értetlen tekintetekben nézve. Jó, hát gyere. Nem a fókuszriportereket nem mindig érdekli annyira, amiről beszélsz. De az éget jobban. De csak kiküldik egy anyagot csinálni a Janival. Hát szíve szerint az enélőkútnál üldögélne és vattacukrot enne, de hát meg kell csinálni a város anyagot rólad, a Margit sziget. De aranyosok voltak egyébként, és köszönöm a lehetőség. Igen. Na mindegy, visszatérve a péntekre, nagyon-nagyon jó volt. Nagyon, engem úgy feldobott, vagy így feltöltött. Kb. 8:30-kor jöttem el. Onnan? Nem, ja, igen, ne csinálj. Én jöttem el 3-4-8. Mit csináltatok ott annyi ideig? Hárman álltak már. Hát folyamatosan jöttek még utána is, tehát hogy pont ezek. Nagyon szépek, ez ilyen, Jani, de légy szíves, már parázsban. Hagyni kell egy kis hiányérzetet, hagyni kell egy kis varázslatot, ezt miért nem tanulod meg tőlem? Hagyni kell, nem kell az utolsó utáni embert is kiszolgálod, nagyon rendes vagy, nagyon alázatos, de egy pici hiányt mindig hagyni kell. Uh-huh. Egy pici illúziót, hogy itt vagyok, ennyit voltam, de most megyek, nem kaphat meg mindenki.
De én a valóság vagyok, nem egy illúzió. nem kaphat meg mindig mindenki. Egy kicsi hiányérzetet mindig hagyni kell. Tudod, vannak a szerencsések, akik elkaptak és kaptak, és vannak, akik azt mondják, ó, ez nekem nem sikerült de majd legközelebb, és akkor majd kapsz. Tehát ott már fél kettőt már lebontott a stábot, már tud az üvegstúdióba. És még mindig ott voltál. És kézzétek el, volt Jézus egy ilyen kis, egy két darab kordont ott hagytak nekem. Ne csináld. Ez történt, hogy azt addig nem szedték el, és ott volt a kordon. Mellette ott volt 100 méter két oldalt, tehát hogy simán át lehet jönni. Ehhez képest meg ott volt két darab kordon, és az a keresztül én továbbra is dedikáltam. És egy alvó biztonsági őr. Igen, és időként felébresztettem, hogy hozzom, mert én keresem már hátul még egy nyakba akasztott. Hát akkor nagyon lelkes voltál. Kettőkor már egész máshol voltam. Sőt, hát én már 4-8-kor máshol voltam, de én mondtam is, hogy... Igen, te hogy de 4-7-kor elmész, ahhoz képest hétig bírtad. Az a 4-9-ig, az kemény. Van benned alázat, haver. Van, tehát már az is kétszer kapott autogramot, aki egyszer se akar. Igen. Még úgy álltál a téren, és még valaki? Senki? Önnek ott hova rohadt? Itt vagyok, senki. Maga, egy fotó. A két autogramból az egyik rákocsi volt, a másik pedig sebesi. Hát azt hittem már 4-9-kor, hogy forró kádas vízben üldögélsz. De én is. Egy rozéfröccsel a kezedbe, és ünneplett, hogy megint milyen jót csináltunk, érted? Nem? Sötétbe hát ott megyed. Hát az kellett volna. Tényleg le a kalappa. Na jól van, oké, gyerekek, jövünk akkor mindjárt. 4 perc van pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek. Jani Ábelt várta, igen. Egy hős vagy, Jani. Nem tudott jönni, mert Ábel beteg egyébként rámi jobbulás neki. Igen, hát sajnáltuk, hogy nincs ott. Ott álltam 3 órát a kitelepülésen, jól meghúzódott az ahillezinam. Köszönöm. Az remélem. Állásban? Igen. Van, akinek egy családi ház kertje is nagy lesz. Ezt nem értem, mire gondoltok. De szemetek vagytok, és milyen igaz, amit ezt most miért? Nem is értem. Jó, hát valahol menni kell, ha jó, téren nem jön neki, akkor ki kell valamit találni, hogy megideologizált, hogy miért mész kertbe. Azért mész kertbe, mert már nem nagyon jön neki a tére hozzá. De ezt meg ott legalább van mozgás. Ez alatt azt értem, hogy amikor bekapcsol az esőztető, akkor gyorsan mindenki elszalad. Igen. Azt mondja, hogy látod, ezért nézem, nekem is jönnek SMS-ek, nekem is megható volt a péntek, pláne, hogy egy közös fotót is csináltunk Balázsra. Tehát nem volt lehetetlen. Nem volt lehetetlen. Hát mondjuk a kiváltságosok értek oda, igen. De azok... Hát de abszolút. Volt, pénteken nagyon sokat volt voltam lent. Volt a telefonon lent. Zoom. Nagyon sokat voltam lent. Igazából le se ültem egyszer se. Végig kim voltam. Na, jövünk mindjárt. Jó, 3 perc, 7 óra, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után 8 perccel itt vagyunk. Egy kicsit őszies, egy kicsit borongós, egy kicsit szeptemberi az idő, de mi itt vagyunk. Égnek már a lámpák, gyűn a rezsidémon. Nem sokáig égnek. Nem sokáig égnek azokra a lámpák. Ott van már a fáskamrában a rezsidémon. Így van, sötét van, gyerekek, 4-8, és hát igen, borús, sötét idő, néha esik, néha nem, de hogy ez a bűvészet, ez nem tud kihalni, de nem tud. Szóval, hogy igen, nagyon szeptemberi ez most valahogy, nem? De legalább már csinos bűvészek is, ennek körülök. Melyik a kettő között? A szőke fiú. A mellényes srác. Könyves Kálmán körül teljesen rá van, Népligettől egészen a Rákóczig, érdemes időben elindulni, 30 percig álltunk a dugóban, villamosok nem járnak, rengeteg ember a megállóban, hétfőn így szeretlek, Zoli, köszönjük szépen, hogy elküldted. Mi a helyzet az egyes villamosra? Mit tudunk? Valaki vagy mi a baj? A Lágymányosi híd pesti oldalánál áll egy villamos, körbevéve kék lámpával. Gondolom, hogy rendőrautók vagy. Az lehet, hogy akkor megállt az egyes villamos. És akkor az mindkét irány egyébként? Aha. Nem tudjuk. Jó, küldjétek el, ha van valami, és akkor tudjuk mondani. Jó, Népligettől Könyves Kálmán körül teljesen beállva a Rákóczi hídig, egyes villamos nem jár, és hát hatalmas dugó is van. Mit? Egyes villamos újra teljes vonalon közlekedik, sávlezárás a Rákóczi híd, Pesti híd főnél Buda felé volt, akkor ott valószínűleg fölment egy autó lehet a sínre, tudod, hogy felszokott, és akkor úgy. Akkor újra megy. Vagyunk abban a formában, igen. M3-ason minden rendben, 35-ös főút polgári elkerülő pihenőjében van egy trafi. Úgyhogy ott is legyetek óvatosak. Eddig a sötétben is féltem, de most már a lámpafényében is félek. Köszönjük szépen. Már a ajánlott filmtámadás a Fejérház ellen, London ostroma. Köszönjük szépen. Van, aki még filmajánlókat jó, is nagyon körnek. Kedves, hogy köszönjük szépen. Az egyes villamos lemeszelték gyorsajtás miatt, az lehet a megoldás. Túltolta. Túltolta egy kicsit az egyes villamos. Az milyen jó, hogy az már az Etelig eljön, azért az milyen nagy dolog, nem? Hát és gyakorlatilag Etelen körbeérsz. Körbe, igen, Budára megy tulajdonképpen, igen. Egy nagy pesti körrel. De hogy nem tudom, mennyi idő, mi a menet ideje? Hát nem egy óra biztos van. Én most azon egy óra tuti. Aranyos éjjelre rácsodálkoztam.
Hogy... Nem, már tudtuk, csak olyan jó volt. Hát fonódó, vagy nem fonódó? Ott álltunk az Etele plázánál, és oda jött az az egyes villamos, amit egyébként látsz végig a körúton, és elindul a másik. Tudta az ember, csak ugye mi nem járunk tömegközlekedéssel, te jársz, nyilván neked mindennapos, mi is látjuk a villamos, de az, hogy ez odáig elment, az nekünk ilyen jó érzés volt. Jó, egyébként tényleg jó, hogy ezt sokáig kimitték. Én is megbementem, hát, hogy odáig megy, hogy odáig megy ami rá van írva egyébként. Tehát. Igen, de amikor olvasod, az nem olyan, mint amikor megtapasztalod. Amúgy azt a részt, csak mondom, hogy szuperül megcsinálták. Tehát, hogyha nem csak azt, hogy egyébként nagyon jó állapotban, hogy fel van szépen újítva ugye a kelenföldi pályaudvar, ott van már a metró megálló, ugye ez az M4-es oda kimegy, az nagyon jó, ugye tényleg kimegy az egyes villamos, és elképesztően jó minőségű kerékpárút van gyakorlatilag végig. Tehát azt mondja, hogy onnan kerékpárúton be lehet menni egészen a Népligetig, és az szerintem szuper. Tehát, hogy egy ebből a szempontból, ott szerintem úgy nagyjából rendben vannak a dolgok. Az hát, útminősége is, közlekedés mindenféle Buda, szempontból. Tudod, az más. Van, ugye, egy rohadt, az szuper, más. Más. Is. Ja, Buda, a film a temetésre vonatkozik. Ez a támadás van? A London ellen, vagy a London elesett, Londonhez holon, ugye ez a támadás a Vérház ellen? Támadás a Vérház ellen, meg a London, mit tudom én, elesett, vagy mi volt a film. Ja, igen, ez igen, ugye igen, ma van igen, 11 igen. Órakor, közvetíti a Fókusz is, temetik Bözsit. Úgyhogy, igen, ugye ma nagy temetés van. 24 órát állt sorba, hogy bemenjél oda, ahol nem látsz semmit, mert hogy zárt koporsó van a néni, úgyhogy semmit nem látsz. 20 van, aki már 24 órát áll. Gyerekek, le a kalappal azért a britek előtt. Komolyan mondom, ez maga a rajongás. Azért 24 órát én nem tudom, hogy tudnék állni, maximum, ha kizárom magam a lakásból akkor. Tehát, hogy így azért ahhoz nagyon elszánnak kell lenni, hogy most hétfő reggelte 7 már óra 12-kor beálljál mondjuk, és azt tud, hogy egy koporsót, amiben most vagy ott van, vagy nem, vagy hűtik, vagy nem, vagy tényleg látod, vagy nem, vagy bárki fekszik abban, vagy nem. 5 méterről fejet hajtva elmenjél előtte, hogy se fotó, se videó, se nagyon megállás, se semmi, csak úgy ránézel arra, és azt mondod, hogy Isten veled, Bözsi. Isten veled, Bözsi. Köszönjük szépen. Azért, na, az, hogy azért azt én tisztelem. Az 24 óra. Csácsumi mama. 12 tál David Beckham. Az nagyon durva, miközben egyébként a családtagok 15 percet virasztottak, de a Beckham hány órát volt? 12 órát. 12 órát. Fölajánlották neki, hogy van a rövid út, tehát, hogy ő elmehet a sor mellett, és azt mondta, hogy nem, ő családi hagyományból azt mondta, hogy ő végig fog járni. Van olyan, amiért állnátok 24 órát bármi, hogy megkapjátok? Tehát van, mint amilyen az új iPhone 13-as, az új van. Samsung. Van-e olyan bármi, hogy kapj egy autogramot James Hetfieldtől? Tehát van-e olyan valaki, vagy valami, amiért állnál 24 órát? Étlen szomjan. Nem. Bárki, bármi, nem tudom, megkapta az új, mit tudom én, 14-es iPhone-t. Nem tudom elképzelni, hogy van-e olyan, hogy 24 órát álljak sorban. Szóval, nem is tudom. Tényleg, nagyon durva. Én úgy meglepődtem, olyan megható. De olyan szép, hogy így ragaszkodnak, vagy hogy ez... Már 14 az új, le vagyok maradva, nem 13. Ja, 13-as iPhone. Igen, 13-as iPhone. Igen. Nem tudom. Tehát szerintem állnék ennyit sorba, hogy meggyőződjek valakinek a haláláról. Jó, tényleg ott van, ő az? Vagy hogy biztos legyen, hogy tényleg eltakarodott már az élők között. Nem, nincs. Szerintem nincs semmi technikai eszközért, biztos nem. Én ezt sose értettem, mikor jöttek ki az új telefonok, és oda költözött a bolt elé. Jó, tudjuk, Laci, tudjuk, nem mutatok van, aki azért magadra. Van, aki azért így beáltol, igen. Azt mondja, hogy vannak az eBay-en ilyen kar hirdetések, amiben a királynő ravatalára kiadott karszalagokat árultak. Volt olyan karszalag, ami 70 ezer angol font, 32 millió fölött járt, amikor törölték a hirdetést. És ezeket a karszalagokat azért adták, hogy a sorban órákat várakozók el tudjanak menni WC-re. Tehát ugye te beálltál a sorba, volt egy karszalagod, akkor veszek visszaállhattál ugyanoda. Volt, aki úgy hirdette a karszalagját, hogy reggel 6-tól kezdve 11 órán át várt, és végül aznap bejutott, amikor David Beckham, aki előttük egy órával nagy ben volt. Te a karszalag, akkor lehet, hogy utólag adtad el a karszalagot, nem, hogy ez ott persze, volt. Tehát én, aki megvettem a használatlan karszalagot. Használatlan karszalagért 500 és 1000 angol fontot lehetett fizetni. De azzal te be tudsz állni?
Igen. Hát figyelj, mivel nincsen, tehát hogy karszalagod van, de nyilván nével nem regisztráltak, vagy ilyesmi, tőle már csak 100 méterre vagy, és közben meg fönt lehet licitálni. Minél jobban telik az idő, minél közelebb kerülsz a koposhoz, annál többet ér. És azt mondja, figyelj, ott vagy tőle 100 méterre, és azt mondod, hogy hát köszönöm szépen, én annyira nem is akarom látni. Király, majd megnézem a tévében, viszont itt van a karszalag, köszönöm szépen, utalni is lehet. Tehát kiállod valameddig, és utána igen, eladod a karszagot. Oda jön, megtalál téged, ott kifizeti, odaadod a karszagot, ő tovább áll, igen, te megkerestél. Igen, nyilván nem ott a Bobiknak a szeme látára cserélte karszalagot, hanem akkor elmentem klottyóra, mindjárt jövök, szépen ott találkoztok, átadod a karszalagot, visszajönnek. Visszajön, beáll helyetted a sorba, és megvan a lóvé. Nem olyan rossz az. Ez nem rossz biznisz. Tehát te pénzért állsz sorba egyébként, nem? Igen. Nem is értem, hogy miért nem repültek rá el a lehetőségre jellemes magyarok. Biztos, hogy voltak közöttünk, ne aggódj. Aki ott a legdrágábban, aki ott a legdrágábban eladta a karszalagját, az magyar igen, volt. Igen, picit sem érdekel, de 50 ezer fotót húztam rajta. De hogy minél elmeskednek az emberek, nem? Szóval, hogy az egész durva. De akkor tulajdonképpen mindenki megkapja ezt így ebben a formában, és akkor utána te ezt eladod. Igen, tehát hát ha beállsz a sorba, kapsz egy karszalagot. Akkor mi van? Egy sorszám. És ugyanoda két szem közé állhatsz vissza. Tehát ha már álltál 6 órát, és mindjárt bepisílsz, akkor hát de várjátok, akkor én megveszem a karszalagot, tudom, hogy 24 órát kéne sorbálnom, elmegyek, eszem, iszom, alszom egyet, és az utolsó két órára visszaállok a helyemre. Olyat igen. Lehet? Hát persze. Miért látok ezek 24 órát? Ez mondjuk, igen. Na, ez tipikus magyaros gondolkodás, mert ők brittek. Valószínűleg ők brittek. Igen, egyébként. Ő beáll nem, is kivárja. Nem így gondolkodnak, nem tudják, mi ez a kaki sátor. A Queen koncert jegyért álltunk ennyit sorba 86-ban. Igen. Maja Goldért simán sorba állnék. Igen. Már nem. Hát igen, azért már nem. Újpest, Gász Fradi. Koncert első 10, sor. 22 órát álltam. Oh. Igen, az első sorosok is ennyit állnak nagyjából. Hát, már reggel odamész egy koncertre, ha beengednek, ugye, vagy ha nem, akkor kint várakozol, hogy te futhass oda elsőnek. Első soros legyél. Egy jó koncertért. Az igen. Igen. Azért ez nagyon kemény. Na jó van, gyerekek, hát ma 11 órától tudjátok ezt nézni, ha van. Hát és már vár még egy mondat erre a sorbaállásra, itt valaki na. Írja is, ne felejtsétek el, amikor csináltuk a lakás autógyémánt, a hogy hívják? Fővárosi műjégpályán. A műjégpályán, uh-huh. Ott volt olyan, aki előző nap már beállt a sorba, hogy ő bejusson. Úgyhogy reggel 6-kor kezdtünk, és volt, aki már előtte való délután, és rohadt hideg volt, mert télen csináltuk, az valami, hát nem télen, de szeptemberben. Öle, igen, beállt a sorban. És beálltak. 7-8 ezer ember tudtunk beengedni a műjégre, és hogy mindenki beférjen, valaki már előző nap délután. Odaállt. Odaállt a sorba, hozott széket, leült, és hát ő nagyjából, nem tudom, hát egy 10 órát ott 10-12 órát várt, bizony. Hogy egyáltalán be tudjon jutni. Igen. És aztán valaki olyan nyert, aki nem tudta a semmit nem tudott. A szlogenjét nem tudott műsorvezetőket mondani, és elvitte a lakást, a pénzt, a kocsit, nem tudom mit. És mondja, hogy mondja egy Klassz FM-es műsorvezetőt, nem tudom, mondd el, mi a szlogán, nem tudom. Tehát ő kijött, beállt a sorba, odament, végigvált a barátnőjével a sztorit, megnyerte a lakást, nem tudom, hogy egyszer nem hallgatott bennünket. Elég rendesen gyűlölték a csávót. Igen, igen. Mondd el a műsorvezetők nevét, és nem tudtam. Mondj, igen, mondj egy műsorvezetőt. Nem, egyet mondj, egyet, az volt. Hogy az Abaházi, a Garami, a Vágópiros, mondj bárkit Isten. Rajtunk kívül. Figya nem volt. Mondd el a szlogent, a Klassz FM szlogent. Nem tudom, mi volt. A rádió, talán ez volt a szlogen. Azt se tudta. Legalább egy törzshallgató lett volna. Köszönjük szépen, nyertél 50 milliót, úgyhogy a büdös életben nem hallgattál minket. De itt az vicces volt. Vicces volt. Jó volt. Na gyerekek, olvastátok a statisztikai hivatal mit adott ki? Hát mit írtak statisztikát. Most nem is adatokat képzeljétek el, hanem ők már készülnek ugye a fűtési szezonra. Melegedő szobákat fognak létrehozni, jaj, értesítették munkatársaikat egy e-mailben, körlevélben, hogy a hideg időszakban melegedő szobákat hoznak létre az átfagyott munkatársaknak. Hát micsoda együttérzés. Ez a statisztikai hivatalon belül. Hát, ez nem arról szól, hogy te megjössz a hideg novemberből az utcáról, és akkor megy melegedni. Hát. Hanem ha befagy a likad már ott a statisztikai hivatalon belül, akkor menjél be a melegedő szobába, ahol kérdés, hogy egyáltalán mit kell csinálni, hogy te oda beférjél, mi lehet egy melegedő szobába, mi a beugró, mi a feladat, hát hogyan mi lenne csinálsz egy melegedő szobában? Hát lesz ott, gondolom, egy hordó, és akkor 1972-es hány hektáron pusztított a peronospora típusú ilyen felméréseket fognak majd égetni. Velemi.
Na de várjál, hát a melegedő szoba se kifizetődő, ha te simán hőgombával vagy radiátorral melegtetted őket. Jó, tehát az nem jó, oda valamit ki kell nekik találni. De csak hogy... egyet kell fűteni, érted? A többibe van 17 fok. Egyet fölfűtesz valahogy, ráadásul mondjuk a rendszer se biztos, hogy jó rá, mert a központi fűtés, akkor cseszted az nem a az dolgot. Teljesen irreális. Tehát akkor ez az lesz, hogy a statisztikai hivatalokon belül lesz egy szoba, ahol meleg van. És akkor ilyen rotációban 5 percenként, 10 percenként te bemehetsz melegedni, de kizavarnak, mert már a sor nagy a melegedő szoba előtt. Lejárt az 5 percet. Kedves dolgozók, dönthetnek, cigarettaszünet vagy melegedés? Melyiket választom? Várjál, a cigarettafüstöt ezt nem lehet valahol befújni úgy, hogy mondjuk egy padlófűtés, nem úgy padlófűtés gyanánt, mint a rómaiak, tudod. Jó, alá van csőrve a szoba, befújogatják a meleg levegőt, és akkor padlófűtés gyanánt. De lehet, hogy ott sem lesz fűtés, csak beállnak, 10 felmelegítik a szobát, és nagyon lehelnek? Tehát, hogy igazából nem lesz semmi, csak belehelsz egy szobát, bemész, hogy nézhet ki egy ilyen melegedő szoba, úgyhogy azért te közös spóroljál. Ha leraksz egy hőgombát, a gatyád rá megy. Én azt gondolom, hogy abból a pár ezer folyométernyi különböző statisztikából, amit így az évek során felhalmoztak. De várjál, hát azt nem égetheted el. Igen. Azok még fontosak. Biztos nézzük meg, mikor elévül el. 2000, igen, 2000, nem tudom, 8-tól ez már biztos, hogy elévül 10-ül, kezdjünk el kartont égetni, parkettát felszedni. Hát azért ez egészen érdekes. Az alácsövezés az jó a dohányzással, és ne felejtjétek el, még egy fontos dolog van, hogy a pisi is nagyon meleg, ahogy kijön. Tehát azt is bevezethetik az alácsövezésbe. Ez is lehet, hogy jó. Svájcban, talán Svájcban megjelentek olyan óriás plakátok, ami ugye hát azt hirdeti, hogyha az ön szomszédjában 18 foknál több van, akkor jelentse fel nyugodtan a szomszédját. Ez volt a plakát. És ezek megjelentek plakáton, ahogy és ez nem mém, ez semmi. Ezek hülyék, ezek a svájciak. Hát most hogy tulajdonképpen... feljelentgetős nép, tudod. Ja, nem erre célzok. Ahogy írják Brezsnyev, mind a 10 ujját megnyalná. Tehát, hogy ez micsoda, milyen szép helyre érkeztünk. Nálunk nem kell plakátokra költeni. Hirdetik az óriás plakátok, hogy amennyiben ön tud arról, hogy a szomszédjában több lesz télen, mint 18 fok, van egy bejelentő szám, ahol te be tudod jelenteni azt, hogy bizony Jürgenéknél túlságosan meleg van, vagy onnan nagyon nagy meleg árulkod, vagy jön kifelé. Ilyen ízve hőkamerával nézel a lakásokat. Oda néz, az nagyon piros. Figyelj, valószínűleg az lesz, hogy az NB1-be, ahol termálvízzel fűtik valamelyik focipályát, ott se fognak bemenni a focisták az öltözőben melegedni, hanem kimaradnak a gyepen. Fekszenek rajta. És ha mondjuk ez a levél tényleg létezik a statisztikai hivatalnál, vagy a közigazgatásban tényleg lesz ilyen, akkor oda tényleg szobabicikliket tesznek le, futógépeket, fekve nyomópadokat, tehát hogy úgy melegedjél, hogy te ott egy kicsi feladatot is végzel. Azért adjunk nekik tippeket, hogy mit lehet csinálni. Ne fűtsük. Termeli az áramot. Termeli a szobabiciklire rá tudsz generátort tenni. Kimelegszik a dolgozó. Így van, de közben... Két szobát te befűtesz. Igen, meg és közben meg a kollégák majd valószínűleg már ugye korábban sötétedik, a munkaidő egy picit tovább tart, majd átszólogatnak időnként a melegedő szobába, egy picit húznak bele, mert nagyon pislákolnak a lámpák. Igen. Szóval azért ez nagyon, nagyon érdekes. Egyébként ez a svájci dolog is, hogy fogod felnyomni. Ha egyáltalán felnyomod, a svájciak mondjuk jelengetnek, tehát előről ezt ugye megcsináltuk, hogy ők mindenért jelengetnek. Na most akkor mi van? Tehát, hogy ez a 18 fok miatt kell, vagy effektíve nem lesz mondjuk fűtés, vagy nagyon hideg lesz a közigazgatás, tehát 18 fok lesz a közigazgatás. 18 fok lesz, és abban ezt mondtuk reggel is, hogy nem lehet dolgozni. Tehát akkor egy szoba van, óránként nyilván 5 perc, beosztva, hogy rotációval, és lehet menni. Na csak ha bemész egy melegedő szobába, onnan jobban fázol, ha kijössz. De akkor meg, ha 8 órát töltesz 18 fokba, akkor meg megfázol. Tehát aha, legalább egy 5 percre. Vagy bemész egy kicsit át tudod vinni a melódat? Vagy lehet olyan, hogy aki nagyon fázik, az jelentkezzen, ő fogja meg a laptopját, menjen be a melegedő szobába, és dolgozzon ott. Így van. De nem tültesz sok időt a melegedő szobába, hát annak kell jönni. Hát, hogy a laptoppal nem mehetsz, nem üldögél, ezt nem foglalhatod a helyed. Tehát oda egy 100 cigerreig mehetsz, hogy nem cigizel, de ott áldogálsz. A laptop is ad lehőt. Lehet, hogy egyébként minden érted. Így van, egy a havi munkát fognak elvégezni 2 hét alatt azért, hogy túlmelegedjen a laptop, és tudjanak melegedni. Vihetsz ebbe magaddal alternatív fűtési módokat? Ez egy jó kérdés. Például megvalósíthatod-e a német példát, ugye, vagy az osztrák példát, ahol a lefelé fordított cseréppel fűtött a néni, és a színesbőrű udvarló az unokájának. Olyat én bevihetek a munkahelyemre? Szerintem igen. Ami nem kerül pénzbe a munkahelyednek, az igen. Mehet. De azt nem csinálod, hogy fogsz egy olajradiátort, vagy egy hősugárzót, és bedugod a lábadnál a konnektorba. Bár valószínűleg a közigazgatásban lesznek, akik csalni fognak, hogy alul bedugnak egy kis hősugárzót, ami legalább a lábadat tudod melegíteni. Hát persze, muszáj valamit.
De hát vagy meg mobil ilyen mini hőgombákat, ami egy öngyújtóból, meg egy lefelé fordított lábosból áll. Igen, meggyűjtesz egy zipó öngyújtót, tudod, lesz egy kis lábosod, azt lerakod, és azzal tudsz melegedni. Tavasszal mindenki annyira ki lesz pattintva a statisztikai javatabban, hogy Arankának olyan átállás, hogy nem fog beférni a forgóajtón, így leszel. Ott azért. Hát gondolj, csak naponta 10 percet bringázol, csak egy kicsit evezel, hogy kimelegedjél. Hát azért az... Mindenki iszonyatosan szálkás lesz. Az új béren kívül lesz a Neocitrán meg a Coldrex. Tényleg ez az a juttatás. Ez mekkora. Ugye, egy forró volt, ital valakinek. Eddig más volt a juttatás, de most akkor megkapod egy aspirin csomagban, egy Neocitrán csomagban, egy Coldrex csomagban. Tehát úgy szépen, ez úgy helyre tesz majd téged, nem? Nagyon, nagyon kemény. De itt nálunk ez nem lesz, itt jó idő lesz, ez magánnak számít. Igen. Nem, hogy itt is lejjebb tekerik majd? Hát. De még itt szerencsénk van, mert ha ezt itt nullára kapcsolnánk, a mi képeink akkor is nagyon fűtenek. Persze. Tehát itt ha szellőztetsz is nagyon meleg van, mert nagyon sok a technikai eszköz. És így reggelenként így bejönnénk, és így elkezdenek így dolgozni, és nagyon van olyan fura érzésük lenni, és benéznék a pult alá, és hárman, négyen tudod, ilyen DJ-k itt melegednének. Nem akartak hazamenni. Igen. Hideg van. Kérdez valaki, milyen laptop a közigazgatásban? Hülyék vagytok, asztalhoz vannak telepítve a gépek. Egyébként tényleg? Tehát nem kapod fel a statisztikai hivatalban a kis megkedet, és mész át a másik szobában, jó, de nem ez a jellemző. Mi már abban gondolkodtunk, hogy ezek az asztalok el vannak fűtve. Néha beszaladt. Igen, azokat már bedurantották a vegyes tüzelésű kazánba azokat az asztalokat, tehát mobillá váltak az eszközök. Igen. Vannak az akkumulátoros fűthető mellények, azt ma is elküldte valaki. Igen. Hogy te otthon feltöltöd? Feltöltöd, bemész, és akkor adja le a hőt. Aha. Azt de nem fogod otthon tölteni, mert otthon, igen, az otthon töltéssel megdobod a villanyszámlát. Tehát azt valahol... És akkor mi van, hogyha az autós töltőkre rámegyünk? Tudod, kint az utcán vannak ezek a álló oszlopok, ahova bedugod a Tesládat, vagy amit, micsodá. És akkor este lemész, lekötöd az autót, kicsit föltöltöd a mellényt, és akkor hónap, másnap azt tudod melegedésre használni. Hát de nagyjából a gyerekeket is erre kell készíteni. Ugye? Igen. Na, de mit mondasz a tizenévesednek? Hát hogy mit, eddig az volt, hogy a beérsz az iskolába, vedd le a kabátod, tedd be a szekrénybe. Az iskolába, öltöz föl rendesen. Így van. Jó? Tehát szeretném megkérni, hogy mire beérsz az iskolába, legyél rendesen felöltözve. Ha szerencség van, az utcán jobb idő van, mint az iskolába. Majd légy szíves, öltöz föl az iskolába. Ezt tökéletesen nem fogja bent hagyni, és nem lopják el. Tanulják meg, mi az a regula. Elkészített kis izét. Takarékoskodjanak. Kicsit érezzék meg, hogy mi az a regula, érted? Majd a kicsit jobban figyelnek. Nem lesz-e álmos tekintet az iskolában, meg hátul pislike, nem fog lebukni a feje a biológiára. Hát úgy fognak fázni, érted? Úgy fognak figyelni. Ennyi csillogó tekintetet régen láttál. Persze. Amennyi az iskolában ugye, lesz. Ugye picit lesz majd, amikor a Soma mondjuk a Ferinek a neoprén ruháiba megy be iskolába. Hősugárzó lehet, szigorúan agregátorral. Ha viszel a szülők, megviszek agregátort, öntik be le a benyát, és megbeszélik, hogy milyen, ki mikor viszi a benyát, akkor tudsz azért segíteni a gyerekednek. Figyelj. Nagyon izgalmas tél lesz, nagyon izgalmas. Egyébként egy csomó fejlesztés lesz valószínűleg, például azokat a ruhákat végre meg fogják csinálni, amiket mondjuk a Dünnében az Arrakis lakói hordtak, tudod, a Fremenek, hogy pisil kaki keringet benne, tudod, hogy az összes nedvességet visszavogja, érted? Ilyenkor gyakorlatilag, hogyha egy kis melegeségre váltsz, akkor csak oda csorantasz és kész. Menő. És hát a búvárruha is úgy melegít, ugye, hogy ezt a kevés vizet, ami befolyt, és ha nagyon fázol, akkor oda csúrantasz, az nagyon finom tud lenni. No. Ahogy végig megy a testeden. Írjatok gyerekek egyébként iskolákba, óvodákba menő szülők, hogy kérte már valamit az iskola, hogy majd öltözzön fel a gyerek. Például azért valaki budapesti óvodában ma a kislányomnak vinni kellett hálózsákot és plusz takarót. Jézus Mária, gyerekek, úristen. Hova érkeztünk? Nem, hálóságban ülnek a székek. De alváshoz, ki az kis mumiák? Kis múmiák. Most írja egy hallgatónk, budapesti Ovi, ma a kislányom hálózsák és plusz takaró. Tehát az Oviba valószínűleg arra készülnek, hogy le lesz tekerve a fűtés. Ugye? De plusz takarók az óvónéninek. Az igen, az óvónéninek. Így van. Most már nem bombont, meg virágot viszel születésnapjára, meg névnapjára. Gabika, egy ölfát. Gabika, Pistike, megettétek az ebédet, irány be a hálózsákba. Így van. Rátekerjük a pokrócot, vett fel a sapkát, mentek aludni. És Marika néni, ezt ugyan a papírgyűjtésre tettük félre, de fogadja szeretettel ezt a 30 kiló papírt, jó lesz az a kazánba. Azt a mindenit neki. Just the durva. Azért ez nagyon kemény. Igen, lázas kollégák, ezt már megbeszéltük a múltkor, igen, lázas kollégák dupla pénzt kapnak, ha bejönnek dolgozni. Hát ez nagyon kemény. 30 éve dolgozom hűtőházban, ne sírjatok, nekem a 18 fok kánál lenne. Nándor írta nekünk. Jó, hát kimihez van hozzászólva? Valakinek ez előrelépés.
Igen, igen. A 2021-es karácsonyi vásárok ugye azért nyújtottak szomorú látványt, nagyon érdekes, mert az oltatlanokat kizárták, kordon volt. A 2022-es karácsonyi vásár olyan sötét lesz, hogy az orrodat nem fogod látni. Ott fog tapogatózni. Ki kell tapogatod, hogy ez most mézes kalács, vagy forradbor, tudod? De a forradbor is ideg lesz. Jegesbor és nyers kürtös kalács. Ez lesz így a hideg forradbor. Hideg forradbor, sületlen kürtös kalács. Ez lesz a karácsonyi vásárban, mindez egyébként tök sötétben. Hát nem lesz nagy kivilágítás. Hideg forradbor és keltészta. Egy csomó város már lemondta a díszkivilágítást adventre. Hát meg is értem egyébként. De sötétben jobban lehet kastázni, az a jó. Kimegyünk sötétben, több mindent tudunk lopni. Na jövünk mindjárt a gyerek után 7:30 pontosan. Balázsék a Rádió Egyen! 3-4-8 gyerekek, ez a hétfő, nagyon hétfő. De nagyon megy, nagyon hétfő van gyerekek. Nagyon érzem én is magamon, meg úgy mindenkin, meg az időjáráson, hogy ez így nem, ez nem. Ez rányomta a bélyegét, gyerekek, egy ember boldog csak, egy ember boldog. Majd boldog lesz az egész csapat, ha megjön a nézettség. De én neki a bár, meg kell várni, meg kell várni. 10 órakor már okosabbak leszünk. Nagyon várom. Jöjjön meg a nézettsége a műsornak, térdeljen le a Discovery meg a National Geographic. Pirítsunk oda a konkurenciát. Úgy kell, nekik ők akartak versenyezni, hát most megtudják, mi a magyarok is zenejelten. Majd most meglátják, ha megjön a várfoglaló nézettsége. És ilyen borzasztó gyenge lett, tehát ugye... Elkapcsoltak. Tudjátok, beszéltünk a múltkor a második évadról. Hát, hogy persze, majd... Na mindegy, szóval akkor majd csörgünk. Igen. Azt mondja, hogy időjárásunk, gyorsan támogatva vagyunk, valami kis biztató. Te. Azt a mindent. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Én már nagyon várom a Mikulást, hogy hozza az évi tüzelőt a virgácsomat. Köszönjük szépen. Tegnap voltam a médiamárban, a hőmérő részlege le volt rabolva. Tehát nem lehetett hőmérőt kapni. Mindenki nézi, hogy hány fok van. Tehát érezni fogod a bőröm. A kislányom iskolájában mindenki barátja lett az új osztálytársuk, a kis Nanuk Okavanane. Persze, a sarki körül jött kisfiú. Elképesztő prém és szörmet utcai vannak, nagyon szereti. Budapesti gimiben járok, évelején azt mondta az igazgató, hogy nem lesz online oktatás, meg tudják oldani a fűtést. Tehát ilyen példa is van, így van. Az, hogy Bécsben dolgozom egy étteremben, nagy terasszal és egy másik kis terasszal az utcán, sehol nem kapcsolhatjuk be a kinti hősugárzókat, szét vagyunk mi is és a vendégek is. Hát gyerekek. Mondjuk itt valószínűleg ha rövidesen beleszéltve az utcafűtésre. Hát igen, az aztán teljesen. Igen, csak aztán. Akkor érted, gyakorlatilag a vendéglátó helyet teszed tönkre, mert egy csomóan imádják azt, hogy még ilyen időben is, ha föl van fűtve egy terasz, akkor kiülsz, inkább ülsz ki, mint be. Érted? Tehát a vendég azt fogja mondani, hogy oké, ott még fűtenek, akkor inkább odaülök. Hát, igen. Az viszont biztos, hogy egy bizonyos típusú ételek azok fel fognak futni. Nagyon fogják szeretni például a gundelpalacsintát lángoló formában, bár az nem autentikus, de nagyon fognak érülni, és meggyújtsa, persze, alig várjuk légy. És még egy kicsit több mindegy. És még gundelpalacsint. Amilyen hideg lesz, nem hatan fognak körbülni egy mági rakás. Igen. Szóval fölé teszik a kezüket, hogy jó, legalább a neve értett. Jaj, de meleg van, mági rakás. Olvasd fel a nevét még egyszer. Igen. Mindent flambírozni fognak. Igen. Abszolút. Valaki írta, hogy van olyan iskola például, ahol további 100 000 forintot kértek arra, lehet, hogy Jár is mondja, hogy szálljanak be a fűtésszámlába. A DDR. Hát, hogy valahogy hogy járuljanak hozzá a szülők. Azért az elég erős. Mondjuk állami iskola, de hogy... 100 000 forint. 100 000 forint. Nem kötelező. Tehát ez nem kell. Ja, jó, nem kötelező. Kedves szülők, nem kötelező, de örülünk neki, hogyha 200-300 000 forint. Na jó, de 100 000 forint, azért az nagyon durva. Igen, 28-án hívtátok Valko Eszert márciusban. Hollandiában csodálkoztunk, hogy nem mernek fűteni ott. Ez már akkor téma volt, igen, hogy a hollandok már akkor nem fűtenek. Gondoltátok volna rá, hogy fél évre mi is 18 fokon fogunk csörögni? Kérdezi Barna Más, nem? Nem. Ugye? Tehát, hogy teljesen szürreálisnak tűnik. De... gondolom, nem akarja az anyuka elmondani, hogy fél perc, hát kirúgják a gyereket, ha valami ott mondanak. De milyen érdekes az egész, hogy most így megjött ez tehát, hogy így valamivel mindig tematizálni kell a közvélemény. Nem most a fűtés, a hideg, a háború, az infláció, stb. De azt úgy azért úgy figyelgetitek, vagy észreveszitek, hogy azért ez a COVID nevezetű jelenség, ez hogy tűnt el? Hogy ez hogy nincsen? Hát most de hogy úgy világszinten tűnt el. Tehát nem arról van szó, hogy a tájok zárnak, és közben mi kevesebbet beszélünk róla, vagy ők ott valamit csinálnak, és azért hallasz róla, hanem hogy úgy effektív eltűnt. Tudom, hogy sima vírussá redukálódott, tudom, hogy gyengült. Mindent értek, hogy nincsenek már olyan szabályozások, ismerjük, megismerjük, gyengült.
de valójában a közbeszédből, a hírekből, a WHO-ból egyszer csak volt egy törlés, és azt mondták, hogy nem téma. Most menek lefutott, jöjjön más, ijeszgessük mással a honpolgárokat. Eltűnt, nézzétek meg, nincs. Két évig erről szólt az élet. Csak azért két tűnt el, mert Cecilia néni most horgolja azokat a pulcsikat, amikben majd a sajtótájékoztatóban. Cecilia néni most éppen nézi, moherfonálból sálat horgol, és orosz kézmelegítőt boált. Egyik részem a másik után. Kis unokáimnak. De milyen megdöbbentően tűnt el. És ennek szerintem azért nem csak az az oka, hogy ez most úgy egy kicsit azért úgy vissza és egy sima, egyszerű influenzává avanzálódott, lépett vissza, vagy ma már ez mindenkin átfut, de azért ez évekig erről szólt az életed, a napod, mindened, kettő vagy még több is, és egyik pillanatról a másikra egyszer csak így, és kihúzták. Nincs. Nem hallasz. Semmelyik országban semmit. Néha a WHO még mond valamit, hogy most vége van a járványnak, vagy nincs vége a járványnak, de effektíve teljesen eltűnt. Még csak azt sem hallott, hogy mi van most, hogy van-e még egy... Nincs egy újabb variáns. Nincs egy újabb változat. Igen, vagy új oltás. Nincs egy oltás. Szájon szedhető gyógyszer. De nem új oltás, az pont van. Okay. Tehát, hogy az most jön, ugye egy emlékeztető oltás a Pfizer-től. Igen, de alapvetően mondjuk technológiában az ugye ugyanez a rendszer. Tehát egy emlékeztető oltás úgy van valóban, de hogy új technológia majd nincs benne. Szerintem az eltűnés, igen. Az eltűnés legalább annyira ijesztő, mint ennek a túl felbukkant valósága és a túl rémizgetés. Majd jönnek a hírek, hogy... Szerintem képzeld, hogy nem. Hogy de, hidd el, hogy jönni hogy fognak, a Covidról? Hogy nem, arról, hát hogy, otthon is otthon, arról, hogy hiánycikké váltak az injekciós tűk, mert a fagyos felkarokban annyi hajlik el, hogy... De nem lehet, hogy nincs egy újabb variáns. Nem lehet, hogy egyszer csak úgy dönt világszinten, hogy eltűnök minden sajtóorgánunkból, minden országból, meleg országból, hideg országból, téli, nyári, tavaszi országból, ott, ahol terjedhetnék, ahol nem terjedek, a föld másik oldaláról, nincs. Újra lesz influenza szezon? Újra visszajön az influenza, de már nem Covid lesz? Megírjuk azt, ez egyik pillanatra másikra eltűnt? Nem mutálódik? Nem jön még egy 26-dik, ami most már nyilván nem erősebb, mert nem ez az evolúciója, hanem gyengül, majd tényleg egy sima influenza vírus lesz, oké, vagy valami hasonló. Tehát én ennek az ívét értem. Na de azért amilyen szinten két évig ez tele volt tolva az agyad, a fejed, a gondolatod, a tévé, a rádió, a sajtó, minden presszionált és próbált valamerre lökni, és félelemben, és lezártságban, és rettegésben tartani, mintha valaki egyszer csak azt mondom, hogy Covid dugó kihúz kész, áram, kész, nem elég vége. Érdekes, már nem tudom félelemben tartani, már nincs más, stb. Dugom a másikat. És az meg a háború, az infláció, hát a megfajt. Igen, tehát, de... hogy mindig kell valami sorscsapás, csak mindig egy kicsit változtatjuk az étlapot, hogy legyen mi retteg. Persze, de ugyanakkor hogy tudott ez így eltűnni? A prioritások is változtak, hogy most felvetetted itt ezt a háborús témát, tehát hogy így most ez fontosabb, mert hogy ez olyan szempontból érinti, vagy sokkal inkább érinti egész Európát. Hát ez most mindenkit érinti. Mindenkit. Ugye a Covid azokat, először azt hittük, hogy az időseket érinti csak, igen. Aztán tehát hogy igen, nem lett akkora belőle, mint amekkora. Plusz megismertük a két év alatt, tehát ebben az is benne van, hogy rájöttek. Megismertük, megszerettük. Meg nem szerettük, de megismertük, rájöttek arra, hogy mégse akkora Isten csapása a Covid. Mint mondjuk, ha nincs gáz. Na jó, igen, de hogy váltasz. Tehát, hogy hát, olyan, mintha így új tudod, lapon van, új lapod van, új osztás van, most akkor ez van. Most oké, akkor most a járványpara, akkor az véget ért, most itt van a háború, az infláció, a fűtés, a gázválság, és nyilván értjük, hogy Putyin, Ukrajna, tehát hogy értjük, hogy mi történik, de hogy mintha így ezt valaki így egy ilyen pakliban így fölütötte a flopot, és azt mondta, hogy Covid. Jó, hú, jön a negyedik, jön a törn, oké, akkor a háború, ötödik, infláció. De már a flop nem érdekes, már csak a negyedik, meg az ötödik. Már kit érdekel, hogy mi volt a flopban? Már a negyedik, ötödik lap sokkal fontosabb. Pedig a Covid most nagyon jól jön a közintézményeknek, óvodáknak, iskoláknak, mert mindenkinek otthon kellene maradni a karanténban, akkor nem kellene fűteni. Erre, ma ezt mondtam én, hogy még visszahozhatják. Akkor még éve, hát ha. Na de már nem veszélyes az idősekre? Már rájuk sem? Már nincs egy újabb variáns sem? Ez csak nem mutálódott tovább? Tehát attól még azért arról hallhatnék, hogy hova mutálódott, hogy mi lett belőle, semmi. Már az Omikron is eltűnt, nem ment tovább, nem gyengült, nincs még egy variáns. Mi ott naponta jöttek a variánsok, naponta hallottad, hogy ez még veszélyesebb. A görög variáns, az Omikron, amit tudom, mindig össze-vissza szartad magad, és azt találgatta az egész ország, vagy világ, hogy ez most gyilkosabb lesz, a fene nagy Omikron, vagy kevésbé lesz gyilkos, de láttad, hogy egyre gyengébb és gyengébb. Semmi.
Ez így valahol azt mondta Dél-Afrika partján, hogy nem utálodom tovább. Én most fáradtam. Megcsináltam, két évig rólam szólt minden, én most ebből kiszállok. Én ezt tudom, mondta, hogy Forrest, és azt mondta a Covid, hogy hazamegyek, nem futok és tovább. Mondta, hol van? És melyik, a világ a melyik részén van, és milyen formában? Rohadt Putyin ellopta a sót. Volt bennem még egy év pedig. Van egy kép, ahol így, így van a Covid egy ilyen hatalmas nagy oklevéllel, és így átadja a Putyinnak, kezet fognak, és nem a Covid kisétál egy ajtón, egy stafétabot, és azt mondja Putyin, hogy köszönöm, és integet az Omikronnak. Azt mondja, hogy akkor ez tulajdonképpen ennyi volt, és az Omikron még így visszanéz, igen, és kicsit azt mondja, hogy... És szomorúan lebalag a pályára. Elmentem szabadságra. Tehát azért ez kell, hogy még oké, hogy már nem olyan izgi, meg nem félelmetes, meg nem poljunk be tőle, de hogy még mondjuk változzon, még valamilyen variánsám utálódjon, még valamilyen enyhen átha azért legyen róla. Semmi. Semmi. Csend és nyugalom, és teljes békességben tűnt úgy el, hogy nem is hallasz róla. És ne jöjjön vissza a lezárás meg a maszk. Tehát én nem is erről beszélek, a fenének se hiányzik. Csak hogy azért olyan nagyon fura. Nem elvétve akadsz egy-két hírre, hogy nem tudom én, a Fülöp-szigeteken a 18-22 éves szőke nők körében most megint nagyon terjed a Covid, és akkor azt mondta, hogy már kettő van mennyi belőle. Mennyi idős szőkék? Most csak mondtam egyet, hogy azért még most ápolókat keresnek esetleg, mert variáns, ahogy úgy mondom, mint a Marian. Igen. Jó, de az és RI az nekem nagyon nehezen és megy. És ott vannak például a variánsok. Ott vannak például a variánsok és a Mariannok, de én ezt nem tudom kimondani, nekem a Marian az Marian, nem tudom, egyszerűen nem pörög úgy a nyelvem, már pörög, csak ezt nem tudom. De miért egy jó variáns? Hát most mi a variáns? Hát mi a baj önvele? Bocsánat, variáns. Így szép? Igen, így variáns. Szép. Látod, fie? Megy ez? De a variút például variúnak mondod? Nem, nekem az R-i nem tudom kimondani. Variú. Variú, igen. De érezzen, ti nem gondolkoztatok egy kicsit? De mindenki hát szerintem. Hát de, csak... Mi van Kínában? Hát Kínában ezek egyet valaki büfizet, és ott de, zártak, és 25-30 milliós városokat zártak. Ott a hát volt most zárás, valami várost lezártak. Jó, tehát a kínaiak még nyomják. Kínában még rajta vannak. Kínában mindig le van záró valami város. Jó, de igen. Tehát mi már nem kapjuk föl a fejünket rá. Meg nem jön annyi hír róla. Jó, Kína még hozza azt. Ahonnan indult, ott fejeződik be. Ugye, ők, ha hisznek valamiben, ők sokáig csinálják. Elkezdték ugye 3 hét alatt felhúzni a kórházukat. Nálunk még itt mondta, ki volt a fő tiszteletes úr, aki elmondta, hogy semmi baj, nem ír ide, utazunk nyugodtan. Szlávik, ugye? Hát ő onnan indult. Onnan indult. Ott már a fő tiszteletes úr már mondta, hogy ott még menjünk nyugodtan, nem lesz semmi. 2 hónap múlva ugye otthon ültünk. De ezt nem lehetett tudni egyébként. Bécsben még mindig FFP2-ben közlekedünk egyfolytában. De az már nem kötelező szerintem. Valószínűleg akkor kötelezőként. Nem kötelező. Ja, tömegközlekedésen. Németeknél is. Nem lehet, hogy csak fázik az arcuk, és most már elhűtik a villamosnak. Egy a fűszakon. Egyébként ez simán lehet, hogy már nem a Covid miatt fogsz maszkot hordani, hanem hogy elfagy a füled. Kis meleg levegő sem menjen ki kárba. Igen. Ne, most az lesz, hogy mindenkivel levetetik a maszkot a tömegközlekedés, hogy lehet be az ablakokat, mert nem lát ki a sofőr. Tehát nálunk az lesz, hogy nem lehet maszkban felszállni, leheljél jó sokat, hogy ne legyen pára. Na, de érdekes tendenciák ezek, nem? Francia. Ne haragudjatok, de brutális fake news, hogy eltűnt a Covid, ne hangoztassatok ilyet. Jó van, azért látom, valaki még rajta van a szorongás vonaton. Tehát, hogy azért ez így még mindig megy. Nem azt mondtam, hogy eltűnt, én nem azt mondtam, hogy városokban nem hallasz, én nem azt mondtam, hogy országokon belül a te országodra még nem jellemző, hogy hír legyen róla, de úgy nagy általánosságban, amilyen félelemben éltünk, amilyen rettegésbe tartottak, amilyen szinten meghatározta ez az életedet, minden pillanatodat, a szüleid iránti való rettegést, az oltást és minden, ahhoz képest ma már azért ez valami egészen elképesztő módon szívódott úgy fel, hogy nincs. Nem mentél el a nagyanyádhoz, emlékszel? 2 évig egy boton nyújtottuk be a izét, ahogy jött a bevásárlást. Van olyan család, ahol ez kifejezett előny volt. Jó. Van olyan család, ahol javultak a családi viszonyok, mert végre nem kellett mindenki megbeszélni karácsonyot. Nem mehetünk be. Szerintem a Covid miatt azért az ország nagy része felhőtlenebbül karácsonyozott. Szerintem a Covid alatt értük el az igazán őszinte karácsonyokat. Egy csomó pozitív hozadéka is nem volt. Kellett, ugye? Menni. Tényleg csak az volt ott. Nem kellett megfelelned. Nem hallgattad végig, hogy lefikázza a kajádat. Nem kellett eljátszani, menjél szerintem. Azt tudtad mondani, hogy mama marad. Papa marad. Mamát. És a Józsiék se jönnek át, egyébként is szarul főznek. Tök jó, hogy nem lesznek itt. Tehát a Covid azért hozott egy csomó jó dolgot. Ennél őszintébb karácsonyunk nem volt, mint az elmúlt 2 év. Távol tartottak tőlem az anyámat. Igen. Vagy az anyós. Igen, borzasztó dolog ez a Covid, és mondj valami jót, 3 hónapja nem láttam az anyámat. Egészen felüdülő, és most tudtam elvágni a szálakat végre, hogy nem kellett vele találkozni. Igen. Szóval hogy azért nagyon sok magyar, ha jót nézünk, akkor azért jó ütemben, jókor, jó helyen karácsonyozott azokkal az emberekkel, akik tényleg igazán közel állnak hozzá. Tehát ennyi, volt egy csomó pozitív hozadéka. Ajándékokat venni és fogadni. Igen. Volt előnye.
Igen. Na jó, van érdekes ez a történet egyébként. Ilyen témához hívjátok fel a kemenesit. De mi hívjuk fel a kemenesit, mert a kemenesi elmondja, hogy nincs vége, és egyébként is rettegjünk, és mindjárt megint itt lesz. Nem? Maszkot és szúrít mindenkibe. Tehát azért a kemenes általában azért ő így a másik oldal volt, mindig visszarántott, nem? Igen. Tehát, hogy most... Igen, igen. Ő azért el tud elmondani, hogy két nap múlva megint menne mindenki oltani, annyira megijedsz. Tehát, hogy nem feltétel. Ő nyilván nem így látja, ez inkább most csak ilyen laikusként állapítottuk meg, hogy ez hogy eltűnt ebben a formában. Na jól van, vannak közlekedési híreink, jött valami? Van egy frissünk, ezt elmondom. Könyves Kálmány körül teljesen beállva a Népligettől a Rákóczi hídig, az egyes villamosok már közlekednek, és a Szerémi út és a Galvani úti kereszteződésében óriási dugó van, ott is van valami koccanás. Ha van friss, küldjetek. Jó, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. Tudik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk pontosan, 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt, borongós, szürke, idő, eső, az ősz. Ez olyan hétfő, nagyon hétfő, ugye? 19 a max, de hát szerintem 15-nél megállunk. Igen. Csak a nézettség bennem. Na majd, mindjárt kiderül. Annyira izgulok. Aztán ne picsogjál itt nekem. Jó lesz az, jó lesz az. Jó. Kérdezi Tamás, hogy mit javasoltok? Most nézzen élőben a ház kameráján, hogy költözik az asszony. Ajjajajajaj. Hát aha. Hogy hajrá. Attól hogy... függ, hogy te hogy éled meg. Vannak, akik ennek örülnének. Hú, szólj rá, hogy gondosan csomagoljon, hogy vissza ne jöjjön. Igen, ha van kamerád, vagy olyan a kamerád meg a rendszered, hogy be is tudsz szólni a házba. Azért akkor szóljál neki, hogy mit ne hagyjon ott, de hát nézd, nyilván ennél egy kicsit többet kell tudnunk, persze, hogy mi az indítatás, milyen érzelmi állapot, mióta vagytok együtt, mi vezetett idáig, de minden alagút végén fény van. Szóval... Egy ajtó mindig kinyílik. Egy másik ajtó kinyílik, úgyhogy ez egy nehéz dolog. Rövid tömör az üzenet, nem jön ki belőle nagyon az öröm vagy a bánat, tudod, hogy most ez most neked jó vagy rossz. Igen, tudtad, nem tudtad, érted. Meglepetésként ért. Mondhatnak mert ha azt, mondjuk hogy... még reggel úgy búcsúztatok el, hogy jaj, de szeretlek kis mókusommal, jössz haza. Igen. Bemész a munkahelyedre, rácsattansz a izére a kamerára, és azt látod, hogy pakol az asszony, az úgy meglep. Igen, mert azért ez így durva, hogy végignézed az. A kamerán, hogy költözik. Hát kétfélét lehet találni, vagy az, hogy rohanjál az, és próbálj meg beszélni vele, vagy pedig bonts pesgő. Tehát most nem tudjuk, hogy a két irány közül melyik az, aminek te jobban örülnél. Lehet, hogy ez egy olyan élethelyzet már, amikor talán jobban jársz. Igen. Kérdés, hogy igen, hát kérdés, hogy mi vezetett idáig, ugye ezt nem tudjuk. Mindenesetre azért ez szürreális lehet, hogy hétfő reggel ránézel a házadra, és azt látod, hogy iszonyatos bőröndöket. De lehet, hogy csak hozzád megy egy meglepetés útra készül, hogy éppen tart feléd, majd autóval becsomagolt neked a bőröndöt, és mentek Egyiptomba. Vagy 10 napra elkért a munkahelyedről. Vagy nem a saját cuccai csomagolja, hanem a tiédet, és most viszi be a munkahelyedre. Igen. Ez a legnagyobb baj, hogy néz. Szerintem ezért költözik. Még mind bámulod a saját házad kameráját, ez is érdekes. Dobjátok át a telefonszámot, cserélnék vele. jönnek már is az SMS-ek, igen. Hát ez egy nehéz dolog, de hát kitartás. Nem kell annyit csekkolni a kamerát, nem? Ha te már nézed a kamerát, az már azt jelenti, hogy már valamit te csekkolsz. Tehát kicsit rajta akarod kapni az asszonyt valamin. Na most ő nem pasit vitt oda, hanem éppen költözik. Mi a fenéért nézed? Igen. Mert már megunta, hogy állandóan figyeled. Még egy másik hallgató azt írja, hogy egy nőnél azért nem nagyon lehet megkülönböztetni a téli-nyári ruhacserét a költözéstől. Tehát csak simán lehet egyébként, hogy átpakolja a gardrop szekrényt, tudod. Lehet, hogy csak nyári cuccokat rakja. Igen. Valaki azt írja, hogy én pezsgőt bontanék, de nincs ilyen szerencsém, Misi ezt írta. Igen, azért ez is érdekes, ha meg kamerán nézed a feleséged, az elég durva. Na, ha már, mondjad, mit kezdtem? Csak, hogy jelentkezett néhány költöző brigád is, hogy segítenének. Hogy érdekelni őket a meló. Igen, hát ennél durva csak az, hogy ha valami egészen más látsz azon a kamera felvételen, nem? Igen, töltsön ki egy lottót, az egy szerencse nap, látod? Szóval, hogy tele vagyunk jó hozzászólásokkal, igen. Azt tanácsolom Tamásnak, hogy olyan válóperes ügyvédet fogadjon, hogy még az asszony is nála maradjon. Mi lesz Tamás, pezsgő vagy tömény? Ja, Istenem, nagyon jó kis SMS-ek jönnek. Na, ha már ilyen párkapcsolat, egy jó hétfői párkapcsolati téma, az mindig jó. Ugyanis lapátra tette a barátja azt a nőt, akit hűtlenséggel vádolt a sok gyanús kiruccanás miatt. Történt ugyanis, hogy volt egy lány, aki állandóan, ugye, vagy volt egy fiú, aki azt tapasztalt, hogy a barátnő állandóan kiszökik valahova, vagy elmegy valahova, és hát azt gyanította, hogy valójában a szeretőjéhez megy ki. Uh-huh. Valami kis autós találkozóra, vagy valamilyen kis légyotra. Tehát soha nem mondott semmit a csaj, egyszerűen eltűnt. Hát mondjuk én is gyanakodnék, nem?
Ugye hát egy idő után azért senki rákérdezel, hogy megint kutyasétáltatás, kicsim nincs is kutyánk. Igen. 3 éve volt együtt a barátjával, tavaly költöztek össze, ő egyébként a közösségi oldalon számolt erről be, és ugye a közös élet azzal kezdődött, hogy a férfi megkérte, hogy a kedvéért térjen át a vegán étrendre. Aha. Ez már eleve, ugye, miért kell ilyet kérni? Kezdem sejteni, hogy miért ugorhatott ki. És a barátnője ebbe is bele is egyezett. Tavaly decemberben azonban fellángolt a vágy benne, hogy felfajjon egy dobozos csirkenuggetset. Szóval fellángolt a vágy. Eleinte próbált nem rá gondolni, ellenállni, de egyre inkább a nugget az berántotta, hogy neki enni kell csirkenuggetset, ez nem bírja ki. Tehát tényleg hús volt a háttérben, csak nem úgy, ahogy gondolta a párja először. Igen. És azt mondta, hogy várt, megpróbálta a vegán éttermet, kiszökött, és evett egy doboz nugget. Na most ez annyira jól sikerült, hogy onnantól kezdve ez addikció lett, és kiki szökött mindig a közeli McDonald'sba, hogy ő flamózol egy kis nuggetset. És elárulta a vegán közösséget. És ezzel hátba szúrta a vegán közösséget, hátba szúrta a pasiát, aki viszont azt hitte, hogy a szeretőjéhez rohangál ki. Igen, más típusú húsra vágyott. És kirakta a nőt, aki kétségbe esetten beszámolt erről a közösségi oldalon, hát milyen világ ez, ő nem a szeretőjéhez ment, hanem ő a közeli Mekibe ugrott le mindig, hogy némi kis fehérjével pótolja így az egyébként néha sokszor tényleg valójában ehető vegán kaják, ehetetlen vegán kajákat. Hát azért egy jó csirkenágác azért az tud vetekedni egy rosszul elkészített vegán kajával. Húsra vágyott, de nem bőrösre. Így van, tehát hogy vágyott a húsra nagyon. Igen. És szereti a hapsit. És szereti a hapsit, és beszámolt a közösségi oldal, hogy most mit csináljon, ő tényleg valójában a Mekibe ment, ezt ő számlákkal tudja igazolni, neki nincsen senki, ő csak lejárogatott oda. Egy kicsit. Egy kis hamburger húsért. Egy kis hamburger húsért, igen. Hazudott a csávónak ezzel ez a bal. Igen. Miért? Mert azt mondta, hogy ő vegetáriánus lett, és ő vegán. Megcsalta a vegán társadalmat úgy, ahogy van. Nem volt szép dolog, a hapsi nem a hús miatt rúgta ki, tehát valószínűleg ha az van, hogy kötnek egy egyességet, hogy drágám, amíg veled vagyok, addig nem eszem húst, addig én is vegán vagyok, de én nem tudom ezt meglépni, nekem szükségem van rá, tehát amikor elmegyek dolgozni, vagy hétvégén én le fogok szaladni, és igen, eszem egy nuggetset. Is hazudtál, hazudni fogsz másban is. Ennyi. Nekem dőlt meg így kapcsolatom, mondjuk azt cigarett. Hogy kiszalad zöldséget enni. Nem, cigaretta miatt, hogy megígértem, hogy jó fiú leszek, hogy nem dohányzom, és hát amikor elmentem otthonról, akkor viszont ment a cigi. Tudod? Szerintetek sokan vannak ezzel így, hogy valamilyen fogadalmat tesznek, de ígérnek valamit, kérnek tőlük valamit, és megy a titokban elkövetett hadművelet kicsi apró csalásokkal? Igen. De az egy őszinte kapcsolat, hogy valójában kicsi apró praktikus dolgokat te úgy csinálsz, hogy utána bekapsz egy rágót, hogy kiugrasz a manikűröshöz, de rejtegeted a kezedet. Szájvizet fogyasztasz, vagy már mind nem fogyasztasz, hanem használsz. Nem mondod el, hogy van heti egy fodrászod, vagy manikűröd, és akkor észreveszi. Tehát, hogy észszen meggyőződésem, hogy nagyon sokan csinálnak különböző addiktív dolgokat titokban, mert a párjuk vagy drágának, vagy soknak, vagy időpocsékolásnak, vagy egészségtelennek titulálja. De például számomra tök nagy csoda, hogy egy dohányos nem bukik le, hogy ő rejtett magós. Hát a hajad, a körmöd, a szád, a ruhád. Hogy tudtál egy évig, két évig dohányoztál titokban? Meddig dohányoztál titokban? Nem volt annyi, hamarabb megbukott a dolog. Egy fél évet csináltam. Fél évig titokban tudott maradni? Igen, fél évig. És azzal buktam le, hogy amikor elment otthonról, akkor én az erkélyem mindig rágyújtottam. Kimentem a kávéval, és a hamut visszafújta a szél, tehát egy komplett terasz volt hamus, meg ráadásul bezártam, ahogy visszacsuktam az ajtót, a függöny. Jaj. És ő meg erre háklis volt, aha, hogy miért van úgy a függöny. Akkor jaj, hogy összegyűlődött a függöny alul, mert bezártad? Hát, igen, tehát úgy, mikor ő hazajött, akkor oda ment, hogy miért áll ilyen hülyén a függöny, és a terasz ajtóval becsuktam a függönyt. De hogy te ne dohányoz, vagy meg akartál neki felelni azzal, hogy az elején egy kicsit ő kér valamit, és te leveszed a lábad, és ne dohányoz. Hát ez személyes indítatás volt, hogy ő mondta, hogy ne dohányozz. Nem kérte, én ajánlottam föl. Ez milyen jó. Milyen jó, te ajánlasz fel valamit. Hát a szerelem az ilyen. Teszelgedd meg a saját ígéretedet. Oké, béka, nem dohányzom. Nem a békánál volt. 20 éve, nem a békánál volt. De 20 éve mondott, hogy nem dohányzol, vagy 30 éve. Mióta dohányzol, mindig mondott, hogy nem dohányzol. Azóta nem dohányzol. És akkor én ott megígértem. És volt, hogy bal kézzel integettő, hogy szia kicsim, szia, de már jobbra. Kijöttem az erkére elbúcsúzni, vigyázz magadra, óvatosan vezess kicsim. És jobbra már a letartott kezedbe már égett a cigi. A függőség az nem válogat, az már hol behúz.
És tulajdonképpen aztán azzal védekeztem, hogy én ezzel csak azt akartam bizonyítani, hogy mennyire szeretem őt, hogy akkor, amikor vele vagyok, nem nyújtok rá. Aha, ja, persze, mert hogyha máshonnan jöttél, akkor mindig arra lehetett fogni, hogy ott voltak mások is, akik dohányoztak, és azért lett fűszagú a cuccod. Ez olyan akkor, mint az első Ranina szarás, gondolom már, bocsánat. Tehát, hogy... Ez ugyanaz. Nem, ugye alig várod, hogy hazamenj, hogy végre el tudja menni budira. Te így voltál a cigivel, nem? Hogy elmegyek otthonról. Alig vártad, hogy induljon, már el, mert valójában rá akarsz gyújtani. Mondtad, hogy elmacskásodtam 10 óra. Tudod, mert már olyan nikotin függőségben voltál, mint egy 10 órás repülőd után, hogy már menjek felé, nem baj, ha elindulsz, korán fekszem holnap, vagy korán kellek. Csak a rutintalanok nem kakálnak arra az első randi. Ja, muszáj az első randi előtt pisilés, Gakil, hogy ne a lánynak a lakását. Kik a nagyobb titkolózók? A férfiaknak van kis bűnük, kis nassolásuk, kis valahova elment edzőterem, szolárium, egy sörtbe verek. Vagy a nők titkolóznak jobban egy párkapcsolatba, egy pici táska, egy pici cipő, egy túrórudi, egy kozmetikus, egy valami elhazudott vásárlás, ami örömhormont okoz. Ez már ezer éme megvan. Ráadásul használtam, vettem leértékelve. Aha. tehát a nőknek van több titkuk a párjuk felé? Igen. Apró kicsi nőies, vásárolt, végrehajtott, szépészeti beavatkozásos vásárolás. Trükk, vagy a férfiak azért, akik bedobnak egy sört, akik azért nem állnak meg egy rövidnél, akik titokba dohányoznak, akik nem tudom, mit csinálnak még. Mert hogy valószínűleg mindenkinek van ilyen titka. Vagy az evés, vagy az ivás, vagy a nassolás, vagy valami élvezeti dolog, nem? Egy köröm szépítés, vagy érted, új körmök csináltatását. Hát kifigyeli már egy év után. Mert azt lehet mondani hazafelé a kocsmába, hogy túlóráztam, ugye? Tehát az belefér. Így van, így van. Tehát a nőknél főleg ez a vásárlás dolog, ez a mutyiban vásárlás, hogyha mondjuk persze nyilván be van állítva a kis telódon, hogy te kapod az SMS-eket, vagy te is kapod az SMS-eket a vásárlásokkal, úgy le lehet bukni. De hogyha ő ennél egy kicsit rafináltabb, és mondjuk fölmegy szépen mondjuk a kis internetes felületre, és beállítja azt a funkciót, hogy ő kapja az SMS-eket. Ne te onnantól kezdve. Hát vagy mondjuk készpénzes fizetés, ugye? Uh-huh. Tehát kivettél a bankból, te azt látod, hogy készpénzes felvétel. Jó, volt. Tehát hogy erről tényleg csak annyit, hogy én Monit már nem anyának hívom, hanem nem Ali anyának. Ali de lehet, hogy a futára van valami, nem? Hogyha mindig ugyanaz jön, de még nem gondoltál, nem a termék a lényeg, hanem megjön a futár, szia Móni, letettem a házad elé, ott van, gyereki. Tehát, hogy lehet, hogy a futár érkezik. Lehet, hogy a futár, mondjuk elég jobban van a kémet, és nagyon készséges a srác, mindig akkor hozza, amikor mi akarjuk. A fiúknál mi lehet? A fiúknál lehet a sport, nem? Lehet a kaja, cigaretta, pia. Igen, haverokkal fogadás, tipmix, lottó, totó, stb. Ez is, szerintem tényleg. Ez is nagy titokban elkövetett hadművelet. A csajoknál meg inkább ezek a beauty dolgok, amik úgy mondjuk egy párkapcsolatban, mert úgy nem biztos, hogy elmondasz. Hát vagy hogy költöttél rá, vagy hogy rendeltél valamit, meg az, nem? Meg az úgtelefonozgatás. Tehát, hogy az, amikor tudod, gyakorlatilag már elbújsz a párod elől, hogy egy kicsit netezgethessél még a telefonon, hogy kicsit ezt nézeges, kicsit azt nézeges, mert hogy van belőle mondjuk otthon adott esetben konfliktus. Feszkó van belőle, igen. De például a titokba evés, ezt miért kell titokba enni? Tehát miért nassolsz titokban, vagy miért nassolnak egy csomóan, vagy miért van az, hogy nem mondod el? Nézel. Most nem csak nem titokban. De hogy mert a másik elkezd nyomasztani, hogy megmondod, igen, hogy nem eszel, vagy hogy szégyelled ő előtte, hogy te egy kicsit még este 11 órakor csokit eszel például. Lelkismert furdalás tudom, persze. Igen? Igen. Tehát, hogy teljesen egyértelmű. Hát én azért, tehát, hogy a mi szobánk az a nappalinkból nyílik. A nappalinkban van a tévé. Én, amikor tévézek, azért Móni mindig így odainteget, meg oda mosolyog, amikor látja, hogy még tévézek. Csak jelzi, hogy a fogad között van, megint van. Nem, az ő fogai között van valami, nem az én. Ja, értem, csak így beinteget távolról, hogy jó tévézés. Ja, már megyek aludni. És tudod, amikor lemegy, akkor azt szoktam csinálni, hogy mert a szemem sarkából, hogy lelátok a konyhába, és a szemem sarkából látom, hogy picit hirtelen világos lesz, kinyílik a hűtő. Ja, akkor megy a hűtő, ezt hoztod. Igen, kinyílik a hűtő, és én akkor azt szoktam csinálni, hogy kicsit leemelem a fejemről a fejhallgatót, és hallgatom a csörgést. De szemét vagy. De hagyd meg neki a titkot úgy, hogy te nem tudod, hogy valójában nassolni megy. Azért te lefüleled. Hát figyelj, nem tudom észrevenni, amikor aztán legközelebb én megyek a hűtőhöz, és így egy fél polci, mit tudom én, érted, ilyen műzliszelet, vagy pedig csokoládé hiányzik. Itt írja, Gyuszi egy éve diétázik együtt a párjával, most kezd föltűnni a párjának, hogy Gyuszi egy grammot se fogyott. Igen. Gyuszika valószínűleg valamit nagyon csinál. Persze, megyek is. De szerintem a pasiknál például a hobbi is egy ilyen dolog, hogyha horgászol, ha van egy
bringát, ha valamilyen hobbit csinálsz, az. Egy idő után az a nőt azért úgy elkezdheti zavarni, hogy te arra megint költöttél, persze, hogy megint vettél egy újabb botot, hogy megint vettél egy csalikészletet, hogy megint vettél horgot. Ez nem úgy vált, szerintem csak a régit. Ahogy a nők a beauty titkolják, a pasik a hobbiukra költött dolgot egy idő után. Azt mondják, hogy oké, mondjuk a közös kassa van, vagy a nő érzékenyebb a költése, hogy megmutat, hogy már nem veszel egy 26. nem tudom, fenekező botot, akkor azért azt nagyon tudod úgy rejtegetni, hogy neki ne tűnjön föl, hogy megint van valami, ami a hobbithoz kapcsolódva, új, egy snowboard deszka, egy bringa, mit tudom én, bármi. Ezért jó a teleszkópos botok, össze lehet őket csukni, és be lehet őket tolni az ágy alá. De az egyébként még jobb módszer, hogy beismered, hogy itt az új, de kitalálsz valamit, hogy te ezt hogy kaptad, szerezted. Na de akkor már komplett hazugságokat építesz fel. Úgy van. Hát a Pistinek a botja, hát ez egy 100 000-es bot, hát 20 000 forintért. Nekem, hogy próbáljam ki, de hát itt van másfél éve, és? Neki nem kell. Nem kell. Van ilyen, hogy neki nem kell, én azt szoktam, már most, nem hallgat. Már fél kent szóval már nem. Amikor például ugye az új órámat vettem, sportórát, akkor ehhez venni kellett egy mellkaspántot, a biciklire venni kellett szenzort. Érzékelőt venni. És azt mondtam, hogy ez most szedbe volt. Szedbe volt. És még így olcsóbban meg tudtam venni, mintha csak az órát veszem meg, kicsim, hanem hogy úgy mellé a pánt, és akkor érted meg a szenzorok, de tudod, hogy csak így lehet rendesen sportolni, hogy minden mérsz, és olcsóbb volt. Tehát akkor valószínűleg az autóban követjük el, a lakás előtt veszük át a cuccot, felvértezve hazugságokkal megyünk haza, és mind a nőknek, mind a férfiaknak megvan ez a kis párkapcsolaton belüli legális hazugság. A 26. csomagról, a hobbiról, az autóban nassolásról. De akkor milyen érdemes lenne megnézni, ha például a titokban nassolok saját autóját, hogy ott milyen zugok lehetnek, nem? Persze. Hogy hova rejted a csokit, a gumicukrot, a túrórudit, hogy hol van az a pont, ahol te beülsz az autódba, mert az a te területed. Ha mondjuk nem közös autó van, mondjuk egy-egy autó van a háztartásban, vagy mi van a Palinak az autójában, amiről nem tud a nő. De például elnyomom a cigit, bekapok egy rágót, és úgy lépek be a családi közegbe, ez tök fura lehet, hogy egy ilyen kettős életed van, nem? Hogy eldobod, elszívod, vele lesz a kezedbe, bekapsz egy rágót, és azt mondod, hogy szia. Hát, és ez van a szerelem ilyen. Hát, egyiket a vásárlásunknál például nagyon jó módszer az, hogy nem viszed haza a csomagolást, hanem szépen kicsomagolod, és már... Vagy a munkahelyedre rendeled a cuccot? A munkahelyedre rendeled, és nem viszel haza semmilyen dobozt, hanem igyekszel, hogy felveszed órát, felveszed. Jaj, felöltözöl a munkahelyeden. Tehát gyakorlatilag magadra. Ékszert veszel, azt már magadon már magadra haza. Veszed. Nem kell azt látni, érted? Mert az mindig feltűnő, hogyha otthon van egy új doboz, vagy a szem, kimész a szemetes, ez belenéz a szemetes, és látod, hogy ott van egy rakás doboz, vagy nejlon, vagy nem tudom, mit valaminek az a csomagolása, akkor azért rákérdezel, hogy miatt. Ezért kell a munkahelyen intézni mindent. Oda rendelni. Persze. Igen. Igen, rettegek, hogy a feleségem egyszer annyiért adja el a legóimat, amennyiért mondtam neki. Igen. Te jó duma. Kiküldte nekünk. Igen, az is más kérdés, hogy felnőtt korodra miért legózol még mindig. Hát vannak, akik gyűjtik, komolyan, és nagyon-nagyon sokat ér később. Óriási. Tehát van egy szetted? A limitált szériások, amiből nem nagyon-nagyon sok van, azok egyébként is irgalmatlan drágák, de az 5 év múlva az 5-szörösét éri. Uh-huh. És akkor van, aki ezért gyűjti. Nem is tudtam. Befektetés. Jobb, mint a bitcoin. Egyébként most annál minden jobb. Nagyon sok olyan címem volt, amikor futár voltam, akinek mindig a sarkon kellett odaadnom. Ettől egyig azt mondták, hogy meg ne álljak a ház előtt, mindegyik nő volt. Ez milyen durva. És lemegy a sarokra, ott veszi át, mert a Pali szólt, hogy figyelj, állj le, a 26. ugyanolyan. És akkor ez két hazugság, mert a rendelés is hazugság, és valamit mondanod kell a pasidnak, hogy miért mész le a sarokra. Igen. Napi egy túrórudit szoktam megenni titokban, mert az asszony nem engedi, hogy megvegyem. 900 forint 5 darab, és nem engedi. Hol tartod? És felnőtt férfi, érted? De hogy eszed meg? Azt is írjátok meg, hogy bűnöztök le? Kicsempészem a hűtőből, a kocsimba tartom. A munkahelyemen eszem meg, inkább oda rendelem, megveszem magamnak titokba, és mást hazudok, hogy mást vettem. Tehát nagyjából ezek ilyen gyerekkori csintevések, mikor az anyád ad pénzt az osztálypénzért, és megeszed és hamburgerre költesz. Tehát, hogy felnőtt férfiak hazudva esznek túrórudit, érted? Hazudva esznek, mert egy kicsit egy ilyen anyakomplexusra téged egyébként a feleséged egy komoly helyre csávó, tesz. Egy komoly egy családfenntartó, érted? Tehát mindenféle tekintetem egy érett felnőtt férfi. Titokba eszi a túrórudit. És hátul a kocsi mögött legugolva, tudod így, egy falja befelé a túrórudikat. Igen, ha belegondolsz, 4000 forint egy hónapban. Igen, az 5-ös csomag 900. Imád úrva. Vannak egészen, ha haladok, motoros üzletben dolgozom. Volt olyan, aki vásárolt egy új KTM motort, de csináltatott rá Honda matricát, hogy ne jöjjön rá a feleségem, hogy
Ferrari motort. De szeretem az ilyet. Szeretik egy KTM-et, és még mit? Kettő darab Honda matricát. És ő ráteszi a Honda matricát, és érted? És akkor az, hogy ez megvezetés alatt van. Zseni. Igen, nagyon jó, takaríthatom ki a kocsit az asszonynál. Hallgat benneteket, ki kell takarítani a saját kocsit. Több mint egy éve dugdosom a kocsiba a két új pecabotot, de hogy ráéreztünk ezekre, a ugye? Pecabot. A Turo Rudi, a pecabot, a nassolás, az édesség, az addikció, tehát nagyjából ezek mennek. Nem merem bevinni, mert szerintem nyilvántartást vezet róla. Na írjatok, drága hallgatók, de ne csak az, hogy miben nassoltok, hogy eszitek meg, mi a kivitelezés, hova teszitek, hova rejtitek, mit mondtok, mit hazudtok közben, amiközben éppen a kis rejtett titkotokat végrehajtjátok, jó? Nyomozzunk egy kicsit, hogy mit csináltok. Jövünk mindjárt rögtön a hírek után. Egy gyors szellőztetés. Gyerekek, de durva ez. Egy kis deó. És... 3-4-9. Gyerekek, valaki csináljon valamit ezzel az időjárással, komolyan mondom. Most! De most, nem elég, hogy hétfő van, nem elég, hogy szeptember van, hétfő van, még ilyen idő is már, hogy mit csinálj. Zúgja még jobban. Ez sem, legyen még idegen. Óriási baleset az M4-es autópályán Üllő térségében, Budapest felé teljes útzár, kamion ütközött kamionnal, gyerekek. Aki teheti, az kerüljön, köszi, hogy elküldtétek. M4, Üllő térség, Budapest felé teljes útzár. Kemény. Ha, igen, az kemény. Na, ugye mi arról beszélgettünk, hogy azt hitt a barátnője megcsalja, és kirakta, és a nő hát csalódottan megírta ezt egy közösségi oldalon, hogy mit csináljon. Ő a Mekibe járt csirkefaladokért, mert egy titokban akart tenni, mert hogy a pasi átszoktat a vegán étrendre. És aztán kicsit belementünk abba a témába, hogy valószínűleg nagyon sok embernek van titka a párja előtt, a hobbiáról, az étkezéséről, az italozásról, a dohányzásról, vásárlási szokásokról, szerszámvételről, horgászboltba való bemeneterről és kijöveterről, cigarettáról, édességről. Szóval, hogy azért így igen, nagyon tudunk titkolózni, ha valami olyan van, ami otthon már hát konfliktus forrás lenne. Igen, hogy vannak olyan dolgok, amiket jól tudsz bújtatni, vannak, akik meg kevésbé, mert hogyha mondjuk horgászbotokat vásárolsz, vagy nem tudom, egy sátrat, vagy még egy újabb sátrat, érted, egy több személy, és azt észreveszi a feleséged, de hogyha mondjuk csak műlegyekre költesz, azért azt elég jól el lehet bújtatni. Igen. Kutyát szoktam kivinni, figyeld. Kutyát szoktam kivinni, hogy el tudjak szökni, fogadni. De online játszottam előtte, de az asszony letiltott egész Európában. Ügyes. Az egyik nyáron, amikor a párom lefeküdt esténként, két doboz fagyit dobtam be, utána a doboz tisztányra alattam a macskákkal, majd kidobtam. Egy idő után feltűnt neki, hogy amikor fagyizunk, a macskákat nem lehet levakarni rólunk, tehát hogy levernek bennünket a lábukról a macskák. Rászoktak. Igen. Cross motorom volt titokban, a haveroméknál tartottam, mert volt neki is, és a véletlen hazakeveredtem vele, azt mondtam, az övé. De mikor mindig valami sérülésekbe vagy picekbe értem haza az esések miatt, nehéz volt kimagyarázni, hogy mi történt. Muszáj volt hazavinni a motort. Egyébként nem lett volna semmi baj, ha nem hazudozom sokáig. Munka után, ha nem jöttem haza, mindig benéztem valamelyik gyorsétterembe. A ház előtt ettem meg, majd a zacskót az ülés alá dugtam. Mondanom sem kell, ott van, kész volt a kaja, de mindig akkor voltam nagyon fáradt, és elmentem aludni, hogy ne derüljön ki. Az ülés egy idő után dudorodni kezdett, annyi zacskó volt már alatta. Az milyen, hogy a párod már otthon már kajával igen. Leszabálod magad. Igen, feleségem csak akkor jön hozzám, ha leszokom a kóláról. Ezért anyámmal vetettem meg, és a szüleimnél iszom. Óriási vagy. Úristen. Hát megyek a mamához. Megnézem anyámat, hogy van. Csokolom, mama, csak beugrottam. De jó, látjátok az anyák milyen rendesek. Kólát. Ők még a feleség előtt is fedeznek, megveszik neked a kólát, át tudsz menni, és meg tudod inni. Gyere, kincse, vigyál egy pohár. Boltból szoktam hozni 10 üveg sört, 9-et beteszek a garázsba, egy sört felviszek a lakásba, és mondom magam páromnak, hogy hoztam egy üveg sört. Ő erre megnyugszik, hogy egy sört ihatok, de azt nem tudja, hogy mindig újra és újra cserélem. Érted? Tehát ő kicseréli igen. A sört. Hát kimész, vele tudod kimész rágyújtani a fél üveg sörrel. Megiszod, és ugyanaz az üveggel mész vissza, és ő azt hiszi, hogy egy üveg sört iszol. De jó ötlet, és a garázsba betárazod. Egyébként ez tök jó. Nekem 2 hónapja van egy madárpókom. Sokat agyaltam, mit mondjak, ha megtalálja, aztán rájöttem. Egyszerűen csak megrémülök, majd rinyálok, hogy alaposabban kéne takarítani. Érted? Tehát ő vett egy madárpókot. Ez hol tartod? Hát valószínűleg valami dobozba, vagy szekrénybe, vagy valahol. 2 hónapja van egy madárpók, úgyhogy a párja nem tudja, hogy van otthon egy madárpók. Az milyen? Nem mindenki 400 négyzetméterre lakik, tehát rejtegeti a pókot előle. Hogy rejted el? Hát annak kell egy terrárium, kell valamilyen élettér. Hát igen, a fény meleg, azért azt nem tudod csak úgy elrejteni. Nem egy cipős dobozban kell tartani. Igen.
Szerszámokat szoktam venni, az asszonynak nem tetszik, minek, ez felesleges, mondja ő. Már meg sem mutatom, ha veszek, csak eldugom, és ha valamit csinálni kell, csak előveszem, és megkérdezi, ez új, csak annyit mondok, hogy már rég megvan. Látod, milyen jó, hogy megvan, kicsim, nézd meg, hát ezzel meg tudom csinálni, de jó. Párom vett el etetőhajót horgászathoz. Azt mondta 150 ezer volt, mesélem a munkatársamnak, aki szintén horgász, rákeresett, hogy ennyiért neki is kell. Rögve mutatta a kijelzőt, hogy ez a kis hajó 560 ezer forint. Ez egy két éves sztori, de azóta sem fedem fel a párom előtt, hogy tudom. Jó lesz ez még valami durva lebukásnál. Tehát akkor jó, ő magát fedezi ezzel, hogy a pasi vett egy horgászhajót, de a csaj nem mondja el, mert ezzel majd visszaér a kellő pillanatban, ha esetleg ő megbukik valamivel. De jó. Én egy új DJ pultot vettem magamnak, a régit azt mondtam a páromnak, hogy beszámolták az új árába. Ha tudná, hogy ez nem így van, a beépített szekrényben tartom lassan fél éve. Tehát meg sem meri mutatni. Na. Hát reméljük, hogy most nem hallgatod minket a feleséged, viszonylag kevés olyan hallgatók lehet, akin ilyen DJ pultja van otthon. Igen. Mostanság azt csinálom, hogy a gyerek koszos pelenkájába teszem a csoki papírt. Tehát ő kiveszi, megeszi a csokit, kiveszi a gyerek használt pelenkáját, és belemasszírozza még a csoki papírt, hogy ne vegye észre senki, hogy abban távozik a szemétbe. Az egyik ismerősöm úgy cseréli a félmilliós-milliós erősítőt, hogy szinte ugyanaz legyen, mert így a feleségének nem tűnik fel, hogy havonta más készülék van a szobában. Hogy ugyanolyan színűt veszel? Igen. Igen. Férjemnek például állandóan csokis papírok potyognak a zsebéből. Én a cipőknél szoktam mondani, amikor meglát egy újat otthon, hogy ez már tavaly vettem, nem emlékszel? Kati írta nekünk. Ráadásul nem is figyelsz rá. A férje meg édességbe menekül. Tehát ő meg eszi a csokoládét. Igen. Én a kamakrát rendelem, így írja Tamás. Hogy elrejted, vagy hogy nem mondod meg, hogy hova teszed? Igen? Ha nem kint megeszek hármat. Nézd, ha a kamagrával nem az a baj, hogy rendeled, a kamagrával az a baj, hogy kire használod. Ha ezt a párodra használod, és ennek örül, de te ezt titokban csinálod, és mindig megállapítja, hogy úristen, de jó vagy, és milyen sokáig bírod, és wow, és azt mondja, wow, 15 év után még mindig így az jó. A késik a csomag, nincs csalódás. Igen, mi van, egyszer a futár meghal, vagy balesetezik, akkor nagy bajba leszel, igen. Én nutellamániás vagyok, mindig kanállal szoktam enni otthon titokban, és amikor már kifogyóban van az autóból, mindig hozok be egy újat, mert mindig van pót, a család nem veszi észre az autóból póttól. Júj, de jó, Zoli küldte nekünk, tehát az autóba kim van egy bontatlan, igen. Behozza, kidobja az üveget, eltünteti, és pótolja. És szerintem egyébként valószínűleg az a típus profi lehet, aki leszedi a tetejét az újnak, és egy kis kanállal leszed belőle, hogy úgy látszik, hogy ez már régen ott áll a hűtőben, már ki van botva, de látod, mennyi lelki erőm van, én nem eszem meg. Egy ismerősem azzal az indokkal megy le naponta többször a szuterénbe, hogy tegyen a kazánra. Szuterén kapunk kirohan, át a kocsmába, legurítja a sört, visszarohan a kazán mellé, én embert nem láttam ilyen gyorsan sört. Kirohan, van egy rejtett kijárót a háznál, és azon rohan ki, úristen. Úgy rendeltem meg a kipufogót a motoromhoz, hogy nyereményként volt feltüntetve. De az is milyen, ott föl kell, nagyon szeretem azt, aki kiküldi, ez, hogy figyelj, srác, írjátok már nyeremény. Én nagyon szeretem ezeket a sztorikat, annyira jó, annyira emberi. Hogy mindenki hogy bűnözik a párja előtt. Titokban rendelnek az emberek, esznek, fogyasztanak, rendelnek, és mini hazugságokba keverednek, csak hogy kiéljék a hobbi iránti vágyukat, a szenvedélyüket, és megy a masszív kis mini hazudozás, tudod, ezek ilyen ártatlan hazudozások, de azért azok, de hogy hányan üzemeltetik ezeket. Igen, nem ebben a formában. Milyen jó az, aki már mondjuk annyira profi, hogy beszerez egy pár matricát, ami az van, hogy promóció, kereskedelmi forgalomban nem kerülhet. Ajándékot kaptam bent. Szerintem, hogy miért üzemelteted? Szerintem elfáradsz abba, hogy állandóan le vagy szúrva, elfáradsz, hogy meg kell felelned, elfáradsz, hogy számon vagy kérve, elfáradsz, hogy igazából nem értik a hobbidat, nem fogadják el, és egy kicsit mindig tüske a másik szemében, és ebből, hogy belefáradsz, és akkor ez azt így egyszerű. Inkább a kegyes csalás. Hogy igen, hogy ez neked így jobb, hogy te ezt így jobban szereted, és ne legyek már mindig ezért bántva, meg ne legyek számon kérve, meg ne játssz el, hogy ő most az apám vagy az anyám, egyszerűen csak elkrálsz arra, hogy ezt itt titokban csinálod, mert elfáradsz abba, hogy ebből feszkó van. Meg duzzogás van, meg konfliktus van, meg számon kérés, és egyébként miért kellene? Hát valójában sokszor azt hiszem, hogy a saját pénzed, meg a saját életed, meg a saját hobbid. Ha csak nem valami nagyon szigorú közös kasszán vagytok, nem? Vagy nem a gyerek elől veszed el most a horgászbotot, de hogy valószínűleg duzzogás van belőle, valószínűleg megjegyzik, és neked meg egyszer rosszul esik, hogy és akkor inkább belemész ezekbe az elhallgatásokba. Dolgoztam érte, eleget, én pénzem megérdemlem.
cukorbeteg vagyok, minden nap egy csomag pilóta kekszet eszem meg a céges kocsiba, hogy az, hogy meg ne tudja, de ez titok. Alá se írta. Jaj, de aranyos, alá se írta. Hamburgert szoktam néha titokba venni, 3000 forint egy hambi spórolunk, csak, csak ő máshogy, én a kaján, így az én. Aha, tehát az hogy spórolsz akár? Rendszeresen rendelek horgásztucokat titokban, a csomagot nem házhoz, hanem meg csomagpontra kérem, és szép kártyával fizetek, nem a családi bankkártyával. Amint átveszem a csomagot, rögtön elpakolom a horgászládába. De még az is ki van találva, hogy mivel fizet, érted? Milyen ügyes. Tipmixen buktam le, tagadtam, de megtalálta a szelvényt. 2 éves kapcsolatnak lett vége azzal, és még a Tipmixen sem nyertem. Dupla buktam. Igen, valószínűleg itt olyan pénzeket költöttél erre, és jött rá az asszony, hogy függő vagy, és az Isten pénzét elvered, hogy neki ebből valószínűleg elege lett. Tehát nem az egyszem Tipmix szelvényből van a baj, hanem az úttal, ami oda vezetett, hogy rájött, hogy egy játékszenvedélyes palival él együtt, igen, aki komoly pénzeket vele szelvényre. Mondjuk ezt tudjuk, hogy a profi csak a nyereményeket mondja meg otthon büszkén. Hogy micsoda? Van, hogy hát csak a nyereményeket mondja meg büszkén otthon a Tipmixen. Ismersz ilyet? Nem, soha nem hallottam ilyet. Igen, az asszony előtt nem merem kimondani egy összegbe, hogy mennyi volt az Airsoft, fegyver, stb. Mindig csak felsorolom, így elvész a számokban. Az ilyen fegyver, nem? Ilyen gumilövet. Hát az. Hát ez egy játék, idézőjelesen mondom, hogy játékra szokták használni. Nem gumilövet, az műanyag. Igen, az airsoftot, de tudod, ezzel vonulnak ki, és akkor egymást egy lődözik. Egy-egy ugyanolyan súlyra, méretre, formára, mindenféle kilakítás, mint egy igaz. Figyelj, itt van egy nagyon haladó. Elektromos rollert vettem magamnak, azt mondtam, hogy ilyen túrórudis játékkal nyertem, még gyártottam a munkahelyen magamnak hozzá köszönő levelet. Kedves János, nagyon örülünk. Játékunkon indult, és ezúttal gratulálunk. Mű gratuláló levél, ő legyártotta vagy pöttyösbe, vagy valamivel, nem tudom mi a brand, érted? Ő megköszönte saját magának, hogy ő megnyerte a rollert. Mekkora duma. Társasházban lakom, nekem a tartaléksörök a villanyóra szekrényben vannak, közvetlenül a bejárati ajtó mellett, cigizésnél jól jön. Ki megy cigizni? Kiveszi a villanyórából a sört, beveri, cigielszi, visszamegy. És nyáron a meleg sört iszod a villanyórában, tudod? Szerintem egy idő után már mindegy, csak alkohol legyen. Legyen már tartásod. Meg a titok. Hogy neki van egy kis titka. Egy kis. Vettem egy kerékpárt 4 millió forintért, ez is nagyon haladó. Az asszony úgy tudja 400 ezer volt. A gyerekeknek mondtam, ha történne velem valami, a bicajt kell eladni. Igen, és nehogy ír, amennyit anya mond. Ne hagyjátok, hogy anyátok elherdálja. Ti jók vagytok matekból, tegyetek hozzá nullát, értve vagyok? Ezt adjátok el először. Ne, ez drága, ők tudják az igazi árat. Mekkora? Azért 4 millió vagy 400 ezer nem mindegy. Milyen bringa lehet? 4 milliós bringa, az nagyon az egy nagyon komoly, valószínűleg valami komoly országúti bringáról van szó, igen. Gyerekeknek mondtam, ezt kell eladni. 4M. De ez milyen, amikor ülsz a kocsiba és trenírozod a saját gyerekeidet, ha bármi történne? Velem, apátok, a bringa. Érted? Mondom, értve vagyok, a bringát igen, adod el. 4 millió. Te tudod, az mennyi. És te már 8 éves vagy. Nem anyád kempigjét, az enyémet. Minden évben megveszem sunyiban az új Manchester United mezt. Mindig csomópontra kérem, és nem szabad névvel és számmal kérni, mert teregetés közben azt észreveszi. Tehát akkor csak sima Manchester mez van, nincs rajta, hogy mit tudom én, igen, 9-es Ronaldo, vagy 7-es, csak egy sima, általános Manchester United mez. Igen, azt megjegyzi, csak a mezt kéred. Te jó. De nagy. Úristen. Jó. A férjem utálja meg. Szépen megmaradt a színe. Csak ezt veszi észre az asszony. Milyen jó anyag. Igen. Mennyi titok, mennyi kamu? Nem? Van, aki maketteket vesz, van, aki titokban spanglizni jár ki az erkére, van, aki potencia növelőket dugdos a feleség elől, és a feleség egyszer megtalálta, úristen, és szembesített vele, hogy reméli csak akkor hiányzik, ha vele van szex. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon kemények vannak, akik ikte a bútorokat vesznek titokban, még ezt nem tudom, hova teszed egyébként. Krisztián írja, én egy új videokártyát rendeltem, csak akkor buktam le, amikor az új világított, a régi pedig nem. Mikor megláttad, csak annyit mondtam, vettem rá, lett szalagot. Igen, felpimpeltem egy kicsit. Figyeld, mennyire jó, nagyon jó. A férjem utálja a McDonald's-os kajákat. Nem szereti megenni, azt se szereti, hogy én eszem. Reggelente nem egyszer indulunk el dolgozni, mindig felhív a kocsiba, hogy Mizu, rendben van, minden bértél a gyerekekkel, heti egyszer-kétszer veszek 3 csirkeburit, egy eprességet, elfogyasztok reggelire. Ezt olyan profira kidolgoztuk, hogy az autós kiszolgálóknál látják szemben, ha érkezem, villantok kettőt, egy szót se szólnak, csak már a végén kiadják ki az ablakon.
Micsoda, micsoda összeesküvés. Csendbe létrejön a pénztermékcsere, miközben beszélek a férjemmel. Mert ott a bukta, hogy beszól az ablakon. Ez egy bűnszervezet. Hogy mennyire jó. Kicsi mi volt, megyek reggel, dugó, stb. Állsz a drive, a villant, az kettőt kiadják, a burger kiadják, a séket kifizeted, és finámon megeszed, és közben észre se veszik, hogy a férjed meg nem veszi észre. Júj, de szép. Nagyon durva. De szép. Nagyon haladó vannak. De ezt képest mi micsoda, nagyon gyengúzba nyomjuk ezt. Összejátszások a futárral, a mekisekkel. Hú. Igen, országúti a 4 milliós bicikli, köszönjük szépen. Ezt gyanítottuk. Ennyire értünk hozzá, azért ez egy nagyon komoly országúti bringelet. Könyvmániás vagyok, falom őket. A rögiek mögé rakom, hogy ne tűnjön fel a férjemnek. Figyelem a vastagságukat, mert van olyan könyvem, ami leszedhető papírborítós, a régit befedem vele, fel se tűnik neki, hogy mindig másikat olvasom. Mondjuk azt, hogy könyveket kell dugdosni, mert hogy olvasol, és ez... Szerintem itt a könyvekre fordított összeg zavarja, nem is a könyv, hanem hogy azért megveszel 4-5 könyvet, az húzós, és elköltesz havonta mondjuk 40-50 ezret könyvekre, az bánthatja azt, hogy olvas az asszony, azzal nincs baj, hanem itt a pénzzel lehet a baj, őt az zavarhatja. Ezért kell elbuk, az csak egy készülék. Nekem az valahogy nem ugyanaz. Persze nem ugyanaz az élmény, de hát. Igen, a férjem minden hajnalban fel kell, és duginasi után kutat. Ha nem talál, akkor a gyerekek tejszeletét, krémtúróját eszi meg. Másnap, amikor keresem, azt mondja, hogy az előző nap odaadta a gyerekeknek. Mindenne hajnalban arra kerek, hogy csámcsog, nyalakodik, rákcsál, és csak azt mondja, hogy inni kelt fel. És nem buktatod le, ilyenkor nem szólsz oda, hogy de drágám. És megeszi a gyerek krémtúróját, a gyerek meg reggel kérdezi, hogy anya, hol van? A gyerek tegnap megette, hát, és rá is keni a gyerekre, ért. Ami, micsoda, megette a gyerek. Figyeljetek, nagyon durva, Biácska elküldött egy fotót, a motoros webáruház, a kérem válaszon előrendelhető stb. Felirat alatt, opció, szeretnéd, hogy falazzunk neked? Csomagodat szívesen ellátjuk egy jól látható gratulálunk a nyereményedhez címkével. Nem plusz 1 forint. Júj, de nagy! Tehát a motoros boltban ráteszik, igen, a gratulálunk a nyereményedhez. Mutasd csak, Feri, melyik bolt? Szeretnéd, Feri, hogy falazzunk neked? Óriási. Feri, meg vagy. Oké, ott vagy. Ott vagy. Óriási. De nagy! És gratulálunk csak a nyereményedhez. Jaj, kicsim, tudod, hát kitöltöttem egy ilyen szelvényt. És megint én szerencse fia vagyok! Igen. Ezen a héten már kétszer. Óriási. Remek, de nagy. Remek ötletek, de ha már így belejöttetek a témában, nem tudnátok küldeni egy levelet, hogy tőletek jött az új távcső? Balázsit ne nyertem. Baliéknál lehetett, volt egy ilyen, lehetett nyerni új távcső. De jók vagytok. Én ezt bírom, én ezt nagyon bírom, hogy ennyi kis mini hazugságot üzemeltet az ember, nem? Kis sunyik vagytok, nézd meg, eztek, isztok, falánkok vagytok, alkoholisták, dohányoztok, függők, és közben megy a masszív hazudozás, hogy mit csináltok. De szeretem. És mindenkinek van egy ilyen kis mini hazugság, amit nagyon karban tart, nagyon üzemeltet, és ő a legjobb barátja. És milyen spektrum a zugba, hogy hívjákból, turuludi zabálástok, ez egészen a 4 milliós országúti kerékpárik, hogy mekkora az a spektrum. Az nagy játékos, a 4 milliós bringát. Nem, abba a sztoriba azt tetszik a legjobb, hogy elmondod a gyerekeknek, hogyha meghalok, ezt adjátok el először. Az nagyon jó. Nincs ilyen, hogy elmondod nekik, hogy ne higgyetek anyátoknak, ez nem 4 kiló tér. Ha bármi történik, ezt adjátok el először. Megmutatom a címkét, de utána elégetem. Igen, ti vagy a tanúk, ezt kell eladni. Te szeretem. Na jól van, jövünk mindjárt 2:09, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Kilenc óra után vagyunk, 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, bello! Hát sziasztok! Sziasztok! Nézd az ablakon, és... Oda néz, ott kék! Várjál, ez szerintem ez egyébként csak hit van, nem biztos, hogy az országban mindenhol esik, és már ott is itt Szentendre felé azért kezd egy kicsit jobb idő lenni. Itt most Pest fölött van valami nagyon nagy átok. Szakadozik. Igen, bank holiday van a királynő temetése miatt. Bank holiday? Ami mit is jelent? Hát gondolom, hogy szabad napod van, nem tudsz bankolni. Ja. Nem, ez a bank holiday, ez amikor így, tudod, ilyen multicégek elengednek egy napra, és akkor piknikezel, vagy együtt töltesz velük időt, vagy nem, de nem kell dolgozni. De jó lehet. Tehát ez ma 11 órakor kezdődik a temetés. Egy jó piknik az esőben. Bözsi nénit az utolsó útjára kísérik, úgyhogy ma nagy nap van. Ugye erről beszéltünk, hogy van, aki 24 órát állt sorba, hát le a kalappal. Bekem csak 12-t, Viktória meg 20 percet, kérem szépen. Hát ez kinek mennyi jut? Kinek mennyi jut? Hát figyelj,
Beckhamet később el kellett kísérni, rendőri kísérettel, mert hogy olyan tömeg gyűlt össze körülötte, igen, álltak körülötte, mint a temetésnél. Igen, fizetési ünnep, bankhalidei, így van. No. Szóval, hogy szünet van. Mikor méritek a pufit? Kérdezi valaki. Itt kire gondolnak? Hát, csak a Jani. Mikor mértünk utoljára a kis haver? Nagyon lapítasz te ezzel a fogyókúrával, mérleget ide most azonnal a kövérnek. Mi miért most, mikor megettem a 10 óraimat? Mi van a fogyókúráddal? Tartjuk a súlyt. Anna kérem, nézzék meg a hajónaplót, mi történt utoljára, és hány kiló volt? Spontán mérést a pufinak. Hogy ne tudjon rákészülni, ne vágjél. Megvan minden? Megvan. Nézzük meg, mi van most ne tényleg. Ne tudjon kiszaladni kakilni? Ne tudjon ne reggelizni, spontán mérés. Mikor voltál utoljára? Nagyon valamikor? Ér. Hát vagy 3 hónapja mértünk szerintem. Ne. 2. Ne. És mi van a fogyókúráddal? Mi van, csinálod még nyomot, tartod, de nem tűnsz olyan nagyon beesetnek. Mit? Kifejezetten nem. Tehát mi most hisztam, azt mondod? Köszönöm. Ez csak egy régebbi póló. Rohadj meg, Zsül, de tényleg. Legalább na, mondtad volna azt, is van. Lemerült. Na. Oho! Jó, okay. Na várja, megnézzük az adatokat. Igen. Kielemezzük a tahográfot, megnézzük, hogy mit mond. Nyaralni addig, voltam, na, akkor nem fogjuk ugrázunk. Addig fűz ki, légy szíves a kis kalucsinidat. Na várja, nem olyan régen. 7.29-én voltál hát utoljára. Mérlegelve 107 kilót mértünk, és 70 dekát fogytál. 107, atya úr is, az a 70 dek az nagyon szép fogyás. Összesen 13,3 kilót fogytál a 70 le. Dek a 70 dek a fogyás, az annyit jelentett, hogy aznap még nem etted meg a kis tálcás cuccodat. Ne nyomogassad, te áruló Zsűr! Ilyen hosszú fogyókúr, ez lassan Guinness rekord lesz. Januárban indult a fogyókúrája. Nem lehet többet, tudjátok, mondtam nektek. 120 kilóval, február 7-én 114. 121-jel. Márciusban 113, áprilisban 108. Apró. Csak mondom, hogy Anna is elkezdett fogyozni, és ő heti egyeket húz. Májusban, én is húztam, az eleje könnyű. Ott májusban 106, februárban nem fogyott, szerintem, mert ingerült. Csak mondom, 6-13-án 107 kiló 7,7 lettél, vagyis híztál egy kiló, tehát ott volt egy kis kanyar. 7-29-én mérlegen 107 kilót mértünk, vagyis 70 deka ment le. Eddig összesen január óta 13,3 kilót fogytál. Anna, gyerekek, pontosabb vagy, mint egy Schaffhausen óra. Komolyan mondom, ennyi. Minden fel van jegyezve a hajónaplóba. Minden megvan. Jó a mikrónikásunk. Minden tudunk, igen. Na! Mására a pufit, mérlegre a cocával. Szemetek. Na jó, de várj, azért ezt egy kicsit vezess föl, mielőtt mérlegrázt, most akkor még fogyózol? Igen, tehát hogy oda figyelsz, tartod? Súlyfenntartásban vagyok. Aha. Télen a kövérek nem fáznak annyira. Igen. Tehát most ezt megtartom, és tavasszal megyünk tovább. Mi a cél, mert gondoljuk, nem ez. Hol a végállás, mert reménykedünk benne, nem itt. Emlékezzetek vissza azóta, hogy 100 alá megyünk. Mi aha. Közösen, ti is velem. 100 alá megyünk. Szerintem egy grammot nem fogytam a legutóbbi mérés 100 óta. Alá, de nem adtál magadnak időpontot, hogy mennyit, vagy hogy mikor, csak hogy lemész majd 100 alá. Igen. Leszokom a dohányzásról, ha majd. Okosan, ügyesen határozta meg. 100 alá megyek, amikor. Amikor, valmikor. Egy csomó ilyen van mellette még. Most de nem nincs időpont, nincsen semmi, tehát ez akkor nem egy, tehát csak egy ilyen szabad fogyókúra van. Sarokba szorítsam én saját magam. Na de étrend van, hát valami reggelit itt kap, zacskó, azokat mindig én hozom be neked. Néha, igen. Nem, van a kis siklások azért, tehát hogy így... Jön rendesen mindig. Nem tudtam nem észrevenni. Mit? Hogy néha azért van a kis siklások. Nincsenek, az elmúlt 2 hétben voltak kis siklások. Jó, van kis zugevő, majd fotozni fogok majd hátul. Tényleg, tényleg egyébként. Az elmúlt 2 hétben tettük tönkre, mert az erős pistás játékon... Mi a hagyad már erős pistás? Az erős pistás játékon meg kellett egyek olyan élelmiszereket, amelyek... A nyokki pénteken. A nyokki például, ami megborította. Érted? Ami megborította a rendszer. Ugye, a lényeg az, hogy Ferinek távlati céljai vannak, ami azt jelenti, hogy ebben az életben még. A sok embernek nincs a jelenkori Magyarországon, úgyhogy az jó ahhoz egyébként. Ahhoz képest én jól állok. Legalább van aki a konkrét céljai. Ferinek vannak távlati céljai. Nagyon koporsóba megy le. Így van, hát az... Na jó, de akkor valójában ez úgy tart, hogy most ilyen szinten tartással tartasz. Nagyon köszönöm a segítő jobbot, elfogadom. Próbálok, nekem is ez van. Jutott eszembe, a szinten tartás 2040-re lemegyünk 100 alá írják. Ráérünk. Gyerekek, gyertek velem, na jó, csináltok. Oké, nézzük meg akkor. Tehát 107 kiló voltál utoljára, ott még 70 deka lement, 13,3 az összleadott kilód,
tehát adunk mindjárt élőt. Kerek 107. Kerek 107-et mérlünk. Mert tudjuk, és Feri minden dekába kapaszkodik azért. Ez volt 7. 29-én. 107,7 volt. Na ezért mondom 70 deka ment le, 13,3 az összeset. Augusztus kimaradt, itt van most szerintem a szeptember, ahol viszont ideje mérni. Tippeljünk, várjál, ne siessünk. De nem jó, mert augusztusban nyaralni voltunk. Tartotta, fogyott, az hízott, de sokat hízott, nem tudta tartani, az egész elszállt, vége mindennek. 120 kiló ismét. Megint kövér. Ja, igen. ABCD vagy el, tessék, mit mondasz? Szerintem hízott. 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 Hogy mekkora szemét. Hízott, de nem azt mondta, hogy sokat hisztál? Ez 107,8 is lehet. Milyen fogyókúra az, ahol így libikókások megint visszahízott? Mindenhol ez van. Na de várjál, a fogyókúra végén, igen, amikor lezárul a fogyókúra, szokták visszahozni, de fogyókúra közben nem szoktak visszahízni. Na, lezárják. Egy kicsit így megy följebb, lejjebb, na, még följebb. Na, várjál. A fűtési szezonra való tekintettel. 107 volt, akkor most mondom neked, szerintem 107,7, szerintem 110 és 111 között van most. Tehát hízott. Az sok szerintem, de nem. Na jó, várják, hogy 107. 107, 110. Ilyen 109, 110. 108-109 közé. Én azt mondom, hogy 109-110. Szerintem nem, az szinte biztos, hogy nem fogyott. Csak mondom fel, hogy 109-110 voltál áprilisban, január óta nyomod, tehát visszaugrasz az áprilisi időpontodra. Mert jön vissza a hideg. Végül is hidegbe kezdted. Szerintem, ha Ferin végignézek, akkor azt mondom, hogy nincs dráma. Ha ledobja, ha tükörben néznék, és összeletem, azt mondom, hogy ha ledobja a fősőt, már van. Na most nyáron... A téli ruhák sokkal nehezebbek, igen, ide valaki. Ezt akartam mondani, nyáron Istenem, hagyjad. Most mondanám, hogy akkor vegyél le magadról, de inkább ne. Tehát, az övet leveszem. Az övcsatot. Vesz az övcsatot, az jó. Az övet leveszem, mert az a két rövid ujjúnak a izgó. Jó, dobd le az övcsatot. Vedd le még az órát, vedd le a fülest, még azért egy 50 dekás kordulunk neked, vedd le a szemüveget, igen. Hát? Figyelj, a fejhallgatót egyébként tényleg vegyél. Hát azt leveheti. Mert azért az na. Azt leveheti, persze. Nem működik. Ja, hogy leszel így aranykalászos? Tanulsz is, meg nem is. Nem oda... nekünk tanulsz, hát motorozol is, meg nem is, fogyókúrázol, meg nem is, érted. Aranykalászosoknál eleve kell, nem hogy... Nem is lehetsz vékony, nem lehetsz, hogy néz ki egy gazda. Figyelj, nem lehet sovány gazda, nincsen, tehát egy tekintélyt parancsoló külső kell. De akkor viszont állítsuk most le a fogyókúrádat. Igen. Nem lehet. Hát miért kell januártól januárig kell fogynotok? Mondd azt, hogy vége. Figyelj. És nincs akkor lejöttél, vége. Honnan indultál? De lejöttél 120-ról, és most kihirdetjük a végére. De nem ez volt a cél. Hova fogysz, ha közben meghízol? Ja, hogy 100 alá megyünk volt. 100 alá előre. Így van. De a Ferinél muszáj időpontot betenni. Ez olyan, mint a dohányzás. 23 éve teszi le a cigarettát, érted? Igen, akkor mondjuk azt, nagyon lassan teszi, haver, le, október 31, ott a vége. Nincs több idő, nincs alibi. Vele, csak nem érek el a hamutálig. Az egy, hogy dobd le a gumicsizmát is, vagy sárosat alá. Igen, tudom meg az izét, a permetezőt. Igen, mindent tegyél le. Látom én a webet, a csuklója nagyon vékony, biztos fogyott. Na. Így van. Jó, hát, szerintem na, 109 és 110. Az előbb még 110-111. Lejöttem egy kiló. De azért nem jó, hogy lejössz, mert ha te azt mondod, hogy 110 és 11 között vagyok, egy 109-el én jól fogom magam érezni. Aha, igen, az igaz. Én továbbra is tudom, hogy 108 és 109 között van, és egy aranykalász. Ja, azért, hogy a mangalica is térre veszi fel a vastagulóvert. Igen. Tehát, hogy ezzel egyáltalán nincs. Minden csak megközelítés kérdése. Tehát, hogy mondhatom azt is, hogy tekintélyt parancsoló külső, meg azt is, hogy dagadt. Imertek még pisilni. Az még minimum fél liter. Na pattanj föl, nézzünk szembe a szomorú magyar valóságot. Jó, levonunk egy kilót majd. Nézzük meg, hogy szomorú magyar valóság. Nem, nézzük meg, hogy élnek Rákócziék, tehát hogy van elég boldogság. Először nem mond, csak kezdj el nevetni. Jó, ha látod az összeget. Már látom a fejeden, hogy nagyon arany sztori lesz ez a fogyókúra. Ezt nem gondoltam volna. Kérem, egyezzék fel a hajónaplóba. Baj van? Igen. Nagyon nagy a baj? Így van. Nem lőttem annyira alá. Mentsétek meg a lelkeinket. SOS, segítség. Jöjjön a Kárpátia. Nagyon süllyed. 1912-t írunk. Nem jó, nem jó. Nem jó a mérleg, zsű. Kérem, szóljanak a hajóskapitánynak, jéghegynek ütköztünk. Állítsák le a motorokat és zárják el a vízzáró reteszeket. Már nem kell kettőtört a hajótörzs. Jacknek és Rosenak szóljon valaki, hogy jöjjenek föl a kocsiból, és öltözzenek föl, mert nagyon nagy a baj. Jacknek is Rosenak szóljatok, hogy még maximum egy gyors pipa. Szóljatok a négy hegedűsnek, már most kezdjenek el zenélni, mert rohadt nagy a baj. Mérünk újat, János. Látom az arcodon. Azt mondod, János, hogy van baj? Alámentem én ezzel a 109-110-el. Mérünk egy újat. Kapcsold le a mérleget, indítsd újra, reszeteld. Annyit segítek, hogy nem én győztem. De te se. Jó.
Nagyon nem baj. Kapcsol be. Mindig kétszer kell állni, azt mondják. Mindig kétszer kell állni. Oké, jó, bekapcsolt. Bekapcsolt, jön a második mérés. Most már az úgynevezett kontrollmérés. Ugyanannyi. Az, ebből az, mondjuk a farmer és a pulcsi az max 1 kiló, amit még meg tudok adni, ha nagyon, az övet, ha nagyon rendes vagyok. Úgyis nagy a baj? Úgyis. Úgyis. Ha leszedsz róla minden ruhát, meg még elmegy borotválkon, meghámozod, leszeded a bőrt róla, akkor is nagyon durva. Legalább azt hát a számot, most azt csald már el. Figyelj, Feri, de egyébként nem baj, de nem lehet, hogy nem ártana egy szakember. Tehát, hogy így... Voltak szakemberek, csak elhagytam őket, tehát saját kútfőből dolgozom. Neked nem mondják meg, mi az a fogyókúra. Hát, neked tudom, ne dubáljanak. Hogy kell csinálni, én majd rendben vagyok. Na, mondd az összeget. Ne. Adok még egy kis készpénzt. Tegnap ő is posztolt, hogy várforgó témakör helyett teszem, hogy tartozom a Ferinek, nem mondhatom. Akarom tudni. Fel vagyok rá készen. Igen, de aztán folytassuk a mondatot. Tehát azért ne álljunk és itt most meg. Reklám. És most egy jó zene. A hírek után jövünk igen, vissza. Ez nagyon jól hangzik, értelek benneteket, de ne álljunk itt meg, jó? Lehet, hogy ez csak egy tévedés. De amikor merül a mérlegben az elem, akkor mindig hülyeséget mér. Nem K-val következik a következő szó. Nem K-val, tehát nem. Száz. Tizen. Ne, igen. Huszon. Nem. Tizen. Tizen. Jézusom, Feri, a 110-nel akkor voltál, amikor indult a fogyókúra. Nem, akkor, amikor indultam, 121 volt. Ragaszkodjunk, amit leírtunk a hajónaplóba, 121 kiló. De most úgy hallom, hogy visszamentél 112 fölé. Rohadék! Ő is tudja, hogy mi a baj. És nem, ő nem tudja, mi a baj, ő csak röhög. És tényleg a világ legnyomorultabb mérése itt van kirakva az apró zsebből. De nagyon sok apró volt, érted, azért akart. Rizsidáznak is nagyon tetszik. Na erre, nem na, erre most nem számítottam. De tudod, mi a helyzet? Feri, az van, hogy... 112. 112, én mondom neked, a 112-vel te visszamentél a márciusi, áprilisi, a márciusi súlyodnál vagy. Na majd most. Aha. Igazából mire január van, újra 120 vagy, Feri. Tök szépet mentél. Nem. Vége az évnek, is ugyanott vagy, ahogy elkezdted. Igen, csak Feri, mondom, ez nem egy társas játék, hogy rossz mezőről léptél, lép vissza három. Tehát, hogy na. Böllért neki, azt írja valaki, böllért neki. A nyár elvitt. Én azt mondtam volna, hogy 1-2 kiló. Nem láttad szenvedni, nem láttad hiányt átélni. Ja, látszott, hogy jól van. Azt márciusban se láttam. Igen, mondjuk, hogy nagyon nem rojtál de meg. De egy szélszértekezletet láttad. Igen, de szenved. Az más miatt volt. Na jó, hát akkor írjuk föl a hajónaplóba. Szeptember 20. Mérek még egy. 112 valamennyi? Jó, még egy. 112-2. Legyen 112. De írjuk ne, bele. Jó. Innen könnyű lejönni. Jó, Anna, jegyezz föl, kérlek. Ennyi. 112-ket biztos, hogy rossz a mérleg. Nem ez nem az official mérleg, tudjátok? Persze. Jó, 112-t. Tehát, ne, hogy te adod azt az a fél kilót. Az a füles. Adod azt a fél kilót a farmának, ahhoz a hallgatónak. 112, írjunk a 112-t. Nem kell, nekem ne csaljál. 112-2. Feri, igazából tudod, hogy mindegy. Tehát, hogy teljesen mindegy. Nem mindegy. Felőle beíradunk 111-8-at is. Akkor kicsit lefogysz, akkor már 111. Igen. Most ide valaki teljesen reális. Jönnek az ünnepek, jön a karácsony, jön, tudod. Van. Tehát, így van. Tehát most ez teljesen reálisnak tűnik ez a fogyókúra. Nem sokára jön a beigli szezon, kell. Meglátjátok. Kell a próbaevés. Majd meglátjátok. Majd meglátjátok. Ez a legjobb. Majd a végén az én fogok nevetni. Majd egyszer meglátjátok. Így van, két nagyon fontos gondolat, nagyon precíz, nagyon pontos ezek Feri céljai. Egy, 100 alá fogok menni, mikor nem tudjuk, nem, és egyszer. Majd meglátjátok, mit, majd valamit. Majd ezt a két dolgot. És az például nem jut eszetekbe, hogy csak formálódik a testem, és ez izom. De egyébként igen. Nem, ez sem. Hát, azt hogy van egy nagyon megoldás, és jutott, de feküdj a hátadra, Feri, és tedd a talpadra a mérleged. Hát, hogy... Tök menő. Tényleg, de jó. Hát, kevesebbet egy fordított. Na jó. Oké. Okay. Ez működik. Szerintem jó. Jó, ugye? Bármi a módszered, igen, ha sokan fogynak veled, csak Ferit kövessétek. Szegények, akik elindultak veled, ők egy kicsit ők úgy érzik. Ők tök jó haladnak. Úgy érzi egy fél ország, el van engedve a keze felé. Várjál, próbálok mondjam. Valami pozitívumot mondani. Milyen emberi. Jó, de most itt lesz a száraz novembered. Persze. Most jön az, hogy nem iszol egy hónapig. Ja. Tehát azért ebből még le lehet egy kicsit még faradni. Ja, hideg is rengeteget léget majd rólad. Iszom. Igen, meg lehet azért ezt. Hónapok óta nem ittam. Na, hát akkor
Te kis dugi evő. Akkor ez a baj. Te kis dugi evő. Na jól van, gyerekek. Jó, most egy pici gyerekek, hát így van, ez az ország út se egyenes, ott is van egy ez kis jó, kanyarka. Ezt a másik kettő mellé teszem. Az ország út sem egyenes. Ez is jó. Érted, kicsit fölmész, lemész. Hát ez egy ilyen egy menni, hullámba. Majd meglátjátok, az ország út sem egyenes. Ezt a hármat léci írjátok. ott fogtok kamillázni, amikor 90-et mutat. Jó. Nem, ettől most valahogy nem kezdtem kefélni. A szerpentin is kanyarodik visszafelé. És tessék. De mégis felvezet a csúcsra. Ha valaki hívja a 112-t, nehogy Feri vegye fel. Na jó, van. Gyerekek, van egy balesetünk az M4-es autópályán ülő térségében. Budapest felé teljes útzár, kamion-kamionnal hatalmas baleset, óriási torlódás, kerüljetek. Gyömrői lehajtó után van egészen pontosan nagyon nagy a sor. Jó, aki arra megy, az biztos, hogy dugóba kerül. Úgyhogy vigyázzatok, 20. kerület Nagy Sándor, Adi sarkán szintén baleset, és ott pályazár is van, M4, M0, kamion belecsúszott a másikba, azt már többen írják, hogy ott nagyon nagy a baj, úgyhogy arra valahogy mindenki próbáljon kerülni. Jó, ha van friss, akkor pedig küldjetek el nekünk. Jött már nézettség? Még nem. Hát még nem? Nem. Nem, hát szóljál ott a spektrumnál, hogy valaki küldjön valamit, így már akkor már kapják a kereskedelmi tévé. Kábel, főcsatornák, portfólió csatornák, minden benne van. Hát ott most már nagy. A spektrumnál ott már valaki jelezze valamit, nagyon izgulunk. De mindenki. Mindenki, az összes nagy konkurenc csatorna. Hát ott mondja, megkapják, ilyenkor már 9:30 körül jönnek a nézők. Na, úgyhogy... remélem, hogy lesz, de ti is kaptok. Én azt hiszem, kábelt is kapok, meg tudom neked nézni majd, na. Igen. Jó, igen, van. Igen. Jó van. Megnézzük. Jó? Ne szontjol, hogy pufi. Én veled vagyok. Én veled vagyok, pufi. Én benne, csak most ez engem is egy picit hívna. A nézettség is ilyen, érted? Lejjebb, följebb, jó, hát ez is lejjebb, följebb. Így van, csak mi örülünk a nagyobb számoknak. Egy hónap múlva rámérünk, öcsém, aztán. Jó. Ha néztek. Fölírjuk, egy hónap. Csodálkoztok. Október végén mérünk. Na jövünk mindjárt 2 perc. Jön a fekete november. 2 perc, pontosan 9:30. Balázsék a Rádió Egyen. Itt vagyunk, 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Volt egy kis technikai zűrünk, bocsánat, de megoldottuk. Így van. A Zsűl odament a hajszállítóra és kiszárította. Igen, beáztunk egy kicsit. Nem volt valami kis technikai zűrünk. Milyen időnk ez, Ferenc? A óriási. De javulunk. Há, persze. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Az van, hogy az M4-esen elkezdtek visszafordulni és tolatni az autósok. Veszélyes, plusszal jön a mentő, nem fér el. Bemondanátok, hogy nem kellene? Nem nevelünk, hát most nyilván ők meg mennének valahova, beszorultak. Ugye gondolom, ott a pályazár miatt valakik már próbálnak visszafordulni. Mondjuk ott nagyon nagy baleset van, igen. M4 ülői lehajtó, Pest irány, M0, M4 kereszteződés, azt az egész részt ott kerüljétek, mert ott valami nagyon, nagyon nem oké. Jó, azt mondtuk, hogy ott nagyon nagy baleset van, igen. Aha. Decemberben szumó világkupa van a Pap László sportarénán, nem oda gyarapszik Feri Bonó nagymester? Kérdezi valaki. Feri Bonó. Feri Bonó. Igen. Sokaknak tetszett ez a kis meditatív zene, ami ment. Ez igen. Egy nagyon kellemes kis meditatív jellegű zene. Hát felédülés volt egy-két, amit hagyjuk. Igen. Na mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma. Ugye a statisztikai hivatal, egyébként ezt később cáfolták, hogy nem létezett ilyen levél, de elvileg ugye azt mondták, hogy az állami intézményekben melegedő szobákat hoznak létre. Aha. Kicsit megnéztük, hogy mi történhet egy ilyen melegedő szobában, mi van ott, nagyon felmelegszel, kik tudnak oda bemenni. Ugye hát jön a tél, és egyre inkább fel kell arra készülni, hogy bizonyos munkahelyeken hideg lesz, a suliba 18-20 fok, vannak iskolák, ahol esetleg felmerült az online tanulás, ez sem kacsa, elküldik őket, mert nem tudják fűteni az iskolát. És mi megnéztük, hogy mi történt egy ilyen melegedő szobában. A statisztikai hivatal azóta már az, hogy nem létezett ilyen körlevél, vagy hogy ez nem ment ki valójában, hogy lesznek majd melegedő szobák, cáfolják, nem lesznek. Úgyhogy, okay. Igen, kérem cáfolják, egy darab melegedő szoba nem lesz. Nem lesz. Igen. Erről beszélgettünk is arról, hogy hát egy barátnőt kiraktak egy párkapcsolatból, aki hosszasan megírta ezt egy közösségi oldalon, mert azt hitte a pasi, hogy megcsalja. Miközben egyébként kiderült, hogy a nő zugevő, és egy közeli mekibe járt csirkefalatkákat enni. Itt van, és egy kis eprességet. És arról beszélgettünk, hogy milyen titkaink vannak a párkapcsolatban, és hát kiderült, hogy a legnagyobb titkolózók vagyunk. Ki hogyan zugeszik, kinek milyen hobbija van, amit nem mond el, ki mire költ, amit megpróbál leplezni.
Nem sikerült megállapítani, hogy a nők vagy a férfiak kamuznak többet, mert kiderült, hogy majdnem mindenkinek van valami, ugye? Ami titokba tart, és nem mondja el a párjának. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Hogy nézhet ki egy ilyen melegedő szoba úgy, hogy azért te közös spóroljál? Ha leraksz egy hőgombát, a gatyád rá megy. Én azt gondolom, hogy abból a pár ezer folyométernyi különböző statisztikából, amit így az évek során felhalmoztak. De várjál, hát ezt nem égetheted el. Igen. Azok még fontosak. Biztos nézzük meg, mikor épül el, kezdjünk el kartont égetni, parkettát felszedni. Hát azért ez egészen érdekes. Az alácsövezés az jó a dohányzással, és ne felejtjétek el, még egy fontos dolog van, hogy a pisi is nagyon meleg, ahogy kijön. Uh-huh. Tehát azt is bevezethetik az alácsövezésbe. Egyébként az is lehet, hogy jó. Svájcban, talán Svájcban megjelentek olyan óriás plakátok, ami azt hirdeti, hogyha az ön szomszédjában 18 foknál több van, akkor jelentse fel nyugodtan a szomszédját. És ezek megjelentek plakáton. Ahogy és ez nem mém, ez nem ez semmi. Ezek tehát... hülyék, ezek a svájciak. Hát most hogy tulajdonképpen... feljelentgetős nép, tudod. Ja, nem erre célzok. Nem, ahogy írják Brezsnyev, nincs plakát. Ahogy írják Brezsnyev, mind a 10 ujját megnyalná. Tehát, hogy ez micsoda, milyen szép helyre érkeztünk. Nálunk nem kell plakátokra költeni. Hirdetik az óriás plakátok, hogy amennyiben ön tud arról, hogy a szomszédjában több lesz télen, mint 18 fok, van egy bejelentő szám, ahol te be tudod jelenteni azt, hogy bizony Jürgenéknél túlságosan meleg van, vagy onnan nagyon nagy meleg árulkod, vagy jön kifelé. Ilyen ízve hőkamerával nézem a lakásokat. Oda néz, az nagyon piros. Figyelj, valószínűleg az lesz, hogy az NB1-be, ahol termálvízzel fűtik valamelyik focipályát, ott se fognak bemenni a focisták az öltözőben melegedni, hanem kimaradnak a gyepen. Fekszenek rajta. És ha mondjuk ez a levél tényleg létezik a statisztikai hivatalnál, vagy a közigazgatásban tényleg lesz ilyen, akkor oda tényleg szobabicikliket tesznek le, futógépeket, fekvenyomópadokat, tehát hogy úgy melegedjél, hogy te ott egy kicsi feladatot is végzel. Azon adjunk nekik tippeket, hogy mit lehet csinálni. Ne fűtsük. Termeli az áramot. Termeli a szobabiciklire rá tudsz generátort tenni. Kimelegszik a dolgozó. Így van, de közben két szobát te befűtesz. Igen, és közben meg a kollégák majd valószínűleg már ugye korábban sötétedik, a munkaidő egy picit tovább tart, majd átszólogatnak időnként a melegedő szobába, egy picit húznak bele, mert nagy a pislák holnak a lámpák. Igen. Szóval azért ez nagyon, nagyon érdekes. Egyben ez a svájci dolog is, hogy fogod felnyomni. Ha egyáltalán felnyomod, a svájciak mondjuk jelengetnek, tehát előről ezt ugye megcsináltuk, hogy ők mindenért jelengetnek. Na most akkor mi van? Tehát, hogy ez a 18 fok miatt kell, vagy effektíve nem lesz mondjuk fűtés, vagy nagyon hideg lesz a közigazgatás, tehát 18 fok lesz a közigazgatásban. 18 fok lesz, és abban ezt mondtuk reggel is, hogy nem lehet dolgozni. Tehát akkor egy szoba van, óránként nyilván 5 perc, beosztva, hogy rotációval, és lehet menni. Na csak ha bemész egy melegedő szobába, onnan jobban fázol, ha kijössz. De akkor meg, ha 8 órát töltesz 18 fokba, akkor meg megfázol. Tehát aha, legalább egy 5 percre. Vagy bemész egy kicsit átmenekszel. Tudod vinni a melódat? Vagy lehet olyan, hogy aki nagyon fázik, az jelentkezzen, ő fogja meg a laptopját, menjen be a melegedő szobába és dolgozzon ott. Így van. De nem töltesz sok időt a melegedő szobába, hát annak ki kell jönni. Hát hogy a laptoppal nem mehetsz, de nem üldögél, nem foglalhatod a helyed. Tehát oda egy 100 cigerreig mehetsz, hogy nem cigizel, de ott áldogálsz. A laptop is ad lehőt. Lehet, hogy egyébként minden érted. Így van. Egy a havi munkát fognak elvégezni 2 hét alatt azért, hogy túlmelegedjen a laptop, és tudjanak melegedni. Vihetsz ebbe magaddal alternatív fűtési módokat? Ez egy jó kérdés. Például megvalósíthatod-e a német példát, ugye, vagy az osztrák példát, ahol a lefelé fordított cseréppel fűtött a néni, és a színes bőrű udvarló az unokájának. Uh-huh. Olyat én bevihetek a munkahelyemre? Szerintem igen. Ami nem kerül pénzbe a munkahelyednek, az igen. Mehet. De azt nem csinálod, hogy fogsz egy olajradiátort, vagy egy hősugárzót, és bedugod a lábadnál a konnektorba. Bár valószínűleg a közigazgatásban lesznek, akik csalni fognak, hogy alul bedugnak egy kis hősugárzót, ami legalább a lábadat tudod melegíteni. Tavaszra mindenki annyira ki lesz pattintva a statisztikai javatában, hogy Arankának olyan át lesz, hogy nem fog beférni a forgóajtón, igen. Igaz, ott azért. Hát gondolj, csak naponta 10 percet bringázol, csak egy kicsit evezel, hogy kimelegedjél. Hát mindenki iszonyatosan szálkás lesz. Az új béren kívüli lesz a Neocitrán meg a Coldrex. Tényleg ez lesz a juttatás. Ez mekkora. A 2021-es karácsonyi vásárok ugye azért nyújtottak szomorú látványt, mert az oltatlanokat kizárták, kordon volt. A 2022-es karácsonyi vásárban olyan sötét lesz, hogy az orrodat nem fogod látni. Ott fogunk tapogatózni. Ki kell tapogatózni, hogy ez most mézes kalács vagy forradbor, tudod? De a forradbor is ideg lesz. Jegesbor és nyers kürtös kalács. Ez lesz idő. A hideg forradbor. Hideg forradbor, sületlen kürtös kalács. Ez lesz a karácsonyi vásárban. Mindez egyébként tök sötétben.
rettegek, hogy a feleségem egyszer annyiért adja el a legóimat, amennyiért mondtam neki. Te jó duma. Napi egy túró rudit szoktam megenni titokban, mert az asszony nem engedi, hogy megvegyem. 900 forint 5 darab, és nem engedi. Hol tartod? Írd meg, és felnőtt férfiak, érted? De hogy eszed meg? Azt is írjátok meg, hogy bűnöztök? Elkicsempészem a hűtőből, a kocsimba tartom. A munkahelyemen eszem meg, inkább oda rendelem, megveszem magamnak titokba, és mást hazudok, hogy mást vettem. Vannak egészen, ha haladok, motoros üzletbe dolgozom. Volt olyan, aki vásárolt egy új KTM motort, de csináltatott rá Honda matricát, hogy ne jöjjön rá a felesége, hogy új motort. De szeretem az ilyet. Az egyik nyáron, amikor a párom lefeküdt esténként, két doboz fagyit dobtam be, utána a doboz tisztán nyaralattam a macskákkal, majd kidobtam. Egy idő után feltűnt neki, hogy amikor fagyizunk, a macskákat nem lehet levakarni rólunk, tehát hogy levernek bennünket a lábukról a macskák. Rászoktam. Feleségem csak akkor jön hozzám, ha leszokom a kóláról. Ezért anyámmal vetettem meg, és a szüleimnél iszom meg. Óriási vagy. Úristen. Átmegyek a mamához. Átmegyek a mamához. Megnézem anyámat, hogy van. Csokolom, mama, csak beugrottam. De jó, látjátok az anyák milyen rendesek. Boltból szoktam hozni 10 üveg sört, 9-et beteszek a garázsba, egy sört felviszek a lakásra, és mondom magam a páromnak, hogy hoztam egy üveg sört. Ő erre megnyugszik, hogy egy sört ihatok, de azt nem tudja, hogy mindig újra és újra cserélem. Párom vett etetőhajót horgászathoz, azt mondta 150 ezer volt, mesélem a munkatársamnak, aki szintén horgász, rákeresett, hogy ennyiért neki is kell. Rögve mutatta a kijelzőt, hogy ez a kis hajó 560 ezer forint. Az egyik ismerősem úgy cseréli a félmilliós, milliós erősítőt, hogy szinte ugyanaz legyen, mert így a feleségének nem tűnik fel, hogy havonta más készülék van a szobában. Hogy ugyanolyan színűt veszel? Igen. Igen. Férjemnek például állandóan csokis papírok potyognak a zsebéből. Én a cipőknél szoktam mondani, amikor meglát egy újat otthon, hogy ez már tavaly vettem, nem emlékszel? Kati írta nekünk. Ráadásul nem is figyelsz rá. A férje meg édességbe menekül. Én nutellamániás vagyok, mindig kanállal szoktam menni otthon titokban, és amikor már kifogyóban van az autóból, mindig hozok be egy újat, mert mindig van pót, a család jó, nem veszi észre az autóból póttól. Júj, de jó, Zoli küldte nekünk. Egy ismerősem azzal az indokkal megy le naponta többször a szuterénbe, hogy tegyen a kazára. Szuterén kapunk kirohan, át a kocsmába, legurítja a sört, visszarohan a kazán mellé, én embert nem láttam ilyen gyorsan sört. Úgy rendeltem meg a kipufogót a motoromhoz, hogy nyereményként volt feltüntetve. De az is milyen, ott föl kell nagyon szeretem azt, aki kiküldi, ez hogy figyelj, srác, írjátok már nyeremény. Én nagyon szeretem ezeket a sztorikat, annyira jó, annyira emberi, hogy mindenki hogy bűnözik a párja előtt. Titokban rendelnek az emberek, esznek, fogyasztanak, rendelnek, és mini hazugságokba keverednek, csak hogy kiéljék a hobbi iránti vágyukat, a szenvedélyüket, és megy a masszív kis mini hazudozás, tudod, ezek ilyen ártatlan hazudozások, de azért azok. De hogy hányan üzemeltetik ezeket? Figyeld, nagyon figyeld, mennyire jó, nagyon jó. A férjem utálja a McDonald's-os kajákat. Nem szereti megenni, azt se szereti, ha én eszem. Reggelente nem egyszer indulunk el dolgozni, mindig felhív a kocsiba, hogy Mizu, rendben van, minden bértél a gyerekekkel, heti egyszer-kétszer veszek 3 csirkeburit, egy eprességet, elfogyasztok reggelire. Ezt olyan profira kidolgoztuk, hogy az autós kiszolgálóknál látják szemben, ha érkezem, villantok kettőt, egy szót se szólnak, csak már a végén kiadják az ablakon. Micsoda, micsoda összeesküvés. Csendben létrejön a pénztermékcsere, miközben beszélek a férjemmel. Mert ott a bukta, hogy beszól az ablakon. Ez egy bűnszervezet. Mennyire jó. Nagyon durva. Biácska elküldött egy fotót, motoros webáruház, a kérem válaszon előrendelhető stb. Felirat alatt. Opció, szeretnéd, hogy falazzunk neked? Csomagodat szívesen ellátjuk egy jól látható gratulálunk a nyereményedhez címkével. Nem, plusz 1 forint. Júj, de nagy. Tehát a motoros boltban ráteszik a gratulálunk a nyereményedhez szetlét. Mutasd csak, melyik bolt? Szeretnéd, Feri, hogy falazzunk neked? Óriási. Feri, megvagy. Oké, ott vagy. Ott vagy. De nagy. És gratulálunk a nyereményedhez. Jaj, kicsim, tudod, hát kitöltöttem egy ilyen szelvényt. És megint én szerencse fia vagyok. Balázsik a Rádió Egyen. 8 perc múlva. És süt a napocska. És süt a napocska, oda nézzetek. Bal válasz fölött, ott szépen, van. Szépen lehoztuk ezt most, mire véget ért. Már napsütés, olyan így komoran van. Indul. Uh-huh. Felvezettük a napsütést. Igen, mi újság, hívjuk a naphallgatóját? Persze. Laci? Lackó, Mackó. Laci a naphallgatója? Igen, hívjuk a naphallgatóját. Mondjuk ezt lehellemesebb, mint bármi a retron. Máki a Laci? Hát nem. Úgyhogy meg se szólal. Nincsenek ilyen svájci plakátok, jó? Jó.
mondtam, de lehúrogtál. Nem a hatóságok helyezték ki, legalábbis azt mondják, utána jártam. Csak simán följelengetik egymást. Ja, csak egy ilyen vágyzva. Vegyed föl. Halló. Balázsék, hello, jó de reggelt. De kár. Jó reggelt, szervezet. Szia, nem írtad szia. Alá. Nem, bocsánat. Semmi baj, nem, hát, csak hogy hívnak, inkább ez erre szólt. Mi a neved, hogy hívnak, mert te vagy a naphallgatója. Ha... Dani vagyok. Hol hallgatsz minket, Dani? Biator vagyok. Ah, ja. A festői Biator. Festői kis Biator. Jó van, Dani, kább... Eltűntek az esőfelhők. Igen, süt a nap, jó idő van, tök jó. Ez nagyon klassz, nagyon helyes. Oké, Dani, ugye azt írtad nekünk, várjál, van egy plusz jelenményed, az új béren kívüli juttatás a Neotitrán meg a Coldrax lesz, ugye ez a melegedő szobákról beszélgettünk, és van egy szép kis jelenményed, figyelj! Gratulálunk! Nyereményed egy 20 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából. Nagyszerű, köszönöm! Nem, hát küldjük neked ez a plusz jelenék, egész héten ezt kapja a naphallgató. Majd levásároltad a McDrive. Ja, az nem az. Igen, a Burger-be, jó? Szoktál Burger Kingbe járni? Hogyne, az egyik kedvenc. Á, jó helyre mentes. Ezt kell mondani, erre ezt kell mondani. Igen. Oké, küldjük, köszi, hogy írtál. Ciao. Rendben, köszönöm. Hello. Ki gondolkozik az ember, hogy miben zavartad, meg mit csinál, hol van. Hát, mivel melózik, azt sem tudja, hogy ki. Hirtelen megszól a telefonod, és ott van egy élő rádióműsor. Igen. Kinéztem magamnak egy új BMW-t. A feleségem azt mondta, hogy ha megveszem, elmehetek, vége van. Mit találja ki? Hát vedd meg. Erre azért nehéz mit mondani. Az asszonyhoz is. Ja. Igen, ott az eddigi Suzuki-t lecserélni. Aha, szóval ott azért... Ott, mit mondasz, megnőtt az esőtől? Lepattintod róla a feliratot, és akkor ráraksz egy Suzuki-t, vagy... Arra nem tudsz mit mondani. Arra nehéz mit kitalálni. Igen. Még a nyertem matrica. Talán átkötött egy szallaggal. Igen. Van-e már kislány a recepcióra, kérdezitek? Nem, még nincs. Egyelőre mi még mindig Vivit láttuk. Úgyhogy... Keresgélünk továbbra is. Vagy az ikertestvére lett. Vagy Vivi már igen tovább, nem tudjuk, hogy hol van. Oké, gyerekek, elmondtunk mindent, nem? Nagyjából. Ennyi meg vagyunk. Szerintem ez egy egész annyit jó kis napocska volt. Annyit lógat be itt a végén, hogy jön, de holnap mondjuk a részleteket. Igen. Jövő héten új játék. Ezt nem hiszem. Gyerekek, úgyhogy kiszortunk milliókat a két hét alatt. Valamiért mi nem tudunk nyugodni, de nem is baj az, mert jön a rókás játék. De jó. Rókás egy újabb lehetőség mindenkinek, hogy a csomagra ráragasztassa, hogy nyeremény. Balázsiknak nyertem. De nagyon durván. Igen. Tényleg három szponzor volt most két hétig, jövő héten már itt az újabb játék. Nagyon ügyes a sales osztályunk, gyerekek. Így van, kértünk egy hét fújásnyi időt. Minden nap fújatunk egyet. Fújatás és akkor. Igen. Szóval jövő héten indul? Jövő héten hétfőn indul az új. Van most valami dolguk ezen a héten? Majd elmondjuk, hogy mi lesz ez, de a promóban már megy, tehát a reklámokban már hallhatjátok, és akkor holnap azért mi is elmondjuk majd, hogy mi fog történni. Aha. Jó, de most úgy, hogy dolgunk nincs vele, jövő héttől lesz majd. Nem kell jelentkezni, nem kell írni semmit, nincsen semmi olyan feladat, amit végre kell hajtani. Csak figyelnek és nyernek. Igen, hogy aki így azt mondta, hogy na már most akkor itt se lesz semmi, hát itt lesz, itt van, van, mindig van. Bocs. Jó van, gyerekek. Na van már, nézzünk is, haver, örülünk. Nem, a spumant, te pezsgő fukkanya? Így van, most egyelőre... Nem? Sír a Discovery kis haver? Egyelőre úgy áll. Szokognak a National Geographic. Úgy áll a helyzet, hogy állítólag egy brit cég töltögeti fel ezeket a kis nézettségi adatokat, és ott meg jelenleg... Az égszemnek az anya csapata? Így vagy van, ugye a mama távozása miatt most sajnos itt munkaszüneti nap van. Ó... Eddig is utáltam a monarchiát, de most, hogy még egy napot kell várnod. Nem utáltam egyrészt, mert nem kapod meg. Én a kábelt úgy kapom, hogy az RTL-t érintő kábelcsatornák. Tehát ami a portfólióban benne van. Most hát a Spektrum az nem. Az RTL-es műsort megvettétek a Spektrumot, úgyhogy érint. Veszpázianus mondta, a pénznek nincsen szaga, mi befogadunk mindent. A Spektrum akar nálunk hirdetni, a Spektrum hirdet, kölcsön csak nyugodtan, pénz nincs ezzel. De én azt hiszem, hogy nem kapok Spektrumot közben egyébként. Rájöttem, én a kábel, tehát a RTL kábel csoportjához kapcsolódó csatornákat kapom. Ami ugyanaz a... Az anyacég ugyanaz, de hát ez itt nem ugyanaz az anyacég, tehát én Spektrumot nem látok sajnos. Még? De szerintem ott egy Monteverest van most. Még egy kiugrás. Még egy éjszaka alvás nélkül.
Én szerintem mondom, a Discovery National veszik le a fotókat a polcokról, zárják az irodát, húzzák a spalettát, ürítik a hűtőt, kihúzzák, kész, ők bezártak, vége van, haver, vége van. Ez kellett egyre kényszerítették ma őket. Ma remegőkézi elnyitom majd meg a vadopublic@gmail.com-ot, hogy megnézzem az új ajánlatokat. Igen, ami jött. Na jó, van, holnap okosabbak leszünk, vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Sziasztok! Hello! Ciao, ciao, hello, hello! Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek!